Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok, egy ostoba és kövérember. Sziasztok, Ficsor Zoltán, azaz Fifika vagyok, egy ostoba és kövérember. Én pedig Pifkó Krisztián vagyok, alias Mujó, egy ostoba és kövér ember. De hogy miért vagyunk ostobák és főképp kövérek, az az adás egy megfelelő pontján ki fog derülni, tartsatok velünk. De mindenek előtt, sziasztok! Már hogy ti, kette még rajtam kívül, sziasztok! Ja, szia Charlie! Olyan hülye vagy, a kövér is vagy, meg még hülye is, látod? nem fogtad föl, hogy hozzád beszéle. Ebből is látszik, hogy ostobák és kövérek vagyunk. Várjál már, most elkezdtük? <síns> Mondom, hogy ostoba Min? vagy. <síns> <Igen>. <síns> Fáj a hülyeség néha, mindig, legtöbbször. Na, mi történt veletek? Múl jó, tudom veled semmi, majd neked eszedbe fog jutni, addig jegyzetei fi, fi Már írogatom, a... hogy mi történtek velem. Ilyen. Én ezen gondolkoztam, hogy minden héten föl fogom írogatni, hogy csak ilyen egy-egy szavasokban, hogy ne felejtsem el, mert azért hát csak történik az emberrel valami mindig. Na. Fifika? Ó, 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 ó. Kőbányába jártam tegnap. Kőbányákba jártam tegnap. Különböző stílusú köszönő és állóköveket válogattunk a, a készülő japán kertünkhöz. Mi az, hogy é. állókő? Csáni, most nem akarlak itt untatni a japán kert titkaival. Hát de ostoba vagyok. Tehát mondd ostoba el, mi az az állókő? Mondd el, mi az az állókő? Nem fárad el a sok állásba? Minden japán kertben, amely. Vannak ilyen a kifejezett kőállító. Tehát a három, három darab kőből álló kompozíciót szoktak elhelyezni. És ennek a kompozíciónak az egyik köve az áll. De ne ilyen kis kövekre gondolja, tehát amit kinéztünk így álló kőnek, az éppen a hiszem 12 tonna. Tehát te hülye vagy? Nem, nem vagyok hülye, hát miért, miért lennék az? az, az meg apu, már komoly pénzt lehet keresni, hogy visszad a vendégmunkásokat, és töreted velük a 12 tonna köve. Hát, így konkrétan, amikor megláttam, arra gondoltam, hogy ilyen egyiptomi segédmunkásokat kell valahonnan fogadni, érted? Mert ez gyakorlatilag a Sphinx és a piramis között van valahol. Ez a történet, történet, történet. Mindegy, tehát... Pécs környékén, illetve Komló környékén voltunk egy Komló kérdén. Power! Fuck yeah. Figyelj már, írd már le nekem, hogy 12 tonna követ mekkora méretben képzeljek el. Tehát az volumen... Ne képzel, nem... Figyelj Csárli, ne képzeljem kurva nagyot. Tehát uh, uh, úgy van, hogy egy köb deciméter uh, gránit az 2,6 kg. Uh -huh. Tehát uh, Durván ez olyan 3,75 köbméter. Köbdeciméter, egy liter gránit. Egy liter gránit, így van, az 2,6 kilogramm. Nagyjából ezt lehet így számolni. Kérek két liter gránitot, flakont Kére hozott. Kérek két liter gránitot, igen. <laughs> ja, és akkor ilyen japán kertetek lesz? Uh, igen, 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 illetve van... Uh, már a, a, az egyik részen kialakítva. Azt meg, de jó dolga van a birkáidnak. Ez nem nálam van. Ez nem nálam van, ez az egyik ö, ö, ismerősömnek a, a, a hobbija. Csak összekötöttük a kellemest a hasznossal, és akkor ö, utána egy ö, meg nem nevezett helyen, mert ha megmondom, hogy hol voltunk, akkor le kell, hogy lőjelek mind a kettőtöket. Voltunk egy meg nem nevezett helyen, egy meg nem nevezett embernél, Uh, és ilyenkor szokta Charlie mondani, amikor ezt így adás előtt kezdem el fővezetni, hogy Bazd meg már megint elmondod, amit adás alatt kéne kibeszélni. Holott csak bemelegítettünk, így van, Krisztián, két kapura fociszt. <tos> <tos> Jó, oké, ezt ki fogom vágni a picsába. <tos> 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 é, tehát egy meg nem nevezett helyen, egy meg nem nevezett ember, aki előhozott egy doboz marbórot, amiben ilyen betöltött cigaretták voltak. És mondta, hogy hát gyújtsunk rá az egyikre, mert ez a tüdőtisztító. tisztító. És akkor így néztünk a kollégám, hogy mi van. Tehát ugye azt tudtuk a, a jó asszonyról, hogy genetikus és mikrobiológus. Tehát valószínűleg nem viccel velünk, hanem tényleg valami jó dolog lehet. Most ez egy gyógynövényes cigaretta volt, nem tudom, ti találkoztatok-e ilyennel annak idején. Hát egyszer-kétszer belefutottam. Ez a szívhatatlan kategória. Igen, Tehát... már akkor is szar volt. De egyébként, iszor, Fifika, most beleesel iszor. abba a csapdába, amit mindig óvunk mindenkitől, hogy mondtad ezt, hogy mit tudom, tengerbiológus, meg birka agysebész. Tehát ettől nem kell elájulnunk. Attól még lehet? <laughs> nem. Hülye. Ott van Horvá, meg mi is itt vagyunk példának. Ráadásul kövér vagyunk. De ott van horvát ildikónk főkép, aki szintén doktor titulust aggat maga elé, a neve elé, aztán látod, hogy mi lesz belőle. Jó, ez... csak ez, a, ez, a, ez az úrhölgy, mert azért mondhatom ezt egész nyugodtan, hogy egy úrhölgy volt <hül> a, a horvát ildikó ö, helyett vagy, vagy nem is tudom, mellett, alatt, fölött, tök mindegy. Tehát ő nyolc nyelven beszél, köztük románul és magyarul, spanyolul, franciául, angolul, németül. Yeah. És fogult nyilván a két legfontosabb román-magyar. Igen, igen, és nyilvánvalóan figyelemmel kíséri a szakirodalmat is többek között. Na most képzeld el, hogy, hogy, hogy ugye én is szívtam már ilyen patikába vásárolt gyógynövényes akármit. Ez gyerekek, Isten bizony mondom, ez zseniálisan jó volt. Egy ilyen parfümös, virágos illat terjengett a, a, szobába, és ö, elszívtunk egy-egy szállat a kollégámmal, illetve hát hoztunk ö, el még mutatóba azt hiszem két szállat, és valami zseniális, hogy, ez egyáltalán szívható, tehát hogy nem köhögtet ki a tüdődet, a beledet, nem csípet, nem mart, nem izzi, annak ellenére, hogy egy cigarettapapírban volt, tehát a kátrány mennyisége az ugyanúgy megvan benne és egy komplex kutatási jegyzőkönyv van ez mögött, a, a termék mögött, és nem lehet piacra dobni. Érted? Vai why, oh why. Why, oh why? Az okokat most nem sorolnám, nyilván ott elmondták nekünk, hogy milyen problémákba ütköztek az engedélyeztetés, meg a... Az egyéb dolgok során, de hogy egy aránylag innovatív terméket, ami mögött bizonyítékok vannak, és nem úgy gyűjtegették össze a nemzetközi szakirodalomból, hanem hogy mögé állt egy csapat, végvittek egy steadit vele, embereken kipróbálták, és valóban pozitív hatása van. Hát ez valami elképesztő, és én már látom a szomorú sorsom, hogy amikor majd a gyógynövényes likvidek egyszer abba a stádiumba érnek, hogy, hogy piacra kerülnek, hogy micsoda borzalmas harcot kell majd vívnunk, illetve hogy mi lesz. Tehát, ah, úgyhogy nekem a, a héten ez így betette elég rendesen a, a kaput, de nagyon érdekes volt. Most gondolkozok rajta egyébként, hogy, hogy ha addig még találkozom az úriasszonynal, akkor lehet, hogy a századik podcastre egy ilyet virítunk. hogy más is lásson a gyógynövényt. Nagyon-nagyon gyanús vagy te nekem, Fifika. Krisztián, figyeljünk nem... arra, nehogy be, bejöjjön a diverzás ö, ö, támadó hátúról, hogy ez ilyen biocigi, aztán kiderül, bio hogy... Bio, bio. Hát ez itt népszerűsíti nekünk a füstölés és mindjárt ránk töri az ajtót a tech. De nem az éven. Hát nem igaz. Igen. Na most uh, képzelde el... ostoba vagy és kövér. <laughs> Igen. Most, ezért nyilvánvaló. De képzeld el, hogy, hogy, hogy még az is fölvetődött, hogy ez vajon jövedéki termék-e? Hát ha nem, az majd az lesz. Ha, nem, akkor majd az, az lesz. Én a TPD-be olvastam, elégszer rá, külön fejezet fog. Ez, ezen Egy ezen külön morogtam. fejezet foglalkozott. Ég, ezen morogtam, hogy hogy ugyanúgy benne van a, 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 papír, a kátránya, nem tudom én mi, és gyakorlatilag lószalt se szabályoznak ahhoz képest mondjuk, hogy a likvidekre mik, miket kell fölírogatni, meg, meg miket kiabálnak az e-cigarettára. Na, Krisztián, veled mi történt? Nem, Charlie veled mi történt a héten? most erősen kell gondolkoznom, hogy mi történt a héten. Valahol volt, múlt héten voltunk ugye hosszú hétvégézni. Voltadok hidegbe. Igen. igen, és akkor utána szerintem így próbáltam a, a Előtte is ürítettem a kiút, és utána meg a felgyülemlett kiút megint ürítettem, úgyhogy ilyen rohanás volt az élet minden szempontból, illetve hát, ja, körülbelül körülbelül ennyi, ennyi. Most így adásra pont úgy estem be, hogy képzeljétek, állatot kellett etetnem. Milyen állatot uh, Van birkád? Ne, nem, nem hogy vagyok annyira expert, volt, az meg buta vagyok, vagy mi volt, hogy Ah ahhoz hogy is hülye vagyok, hogy most most tupra. Tupra. Az ismerősöm elment, aztán, aztán átmentem hozzá. Két ilyen hatalmas alkaromnyi kutyája van. És... Ja, most voltam Milánóba, igen. Oh. Igen, igen, most voltam Milánó. Ja, úgyhogy állatokat etettem, képzeljétek, egyedül. Erre sor nem került 10 20 Nem éve. korát ingázni? Nem, nem. Név nélkül van nekem egy, és még csak azt sem mondom, hogy hogy barát, ismerős, barátnő, kollega, vagy kicsoda. Van egy ember, aki azt mondta fennhangon. Van neki több örökérvényű klasszikusa, az egyik az, hogy azért ez az óceán, ez baromi mély tud lenni. Némelyik helyen akár egy kilométer mély is lehet, úgy hallottam. És a következő örökérvényűje... A közülés kell hozzá. Dunakeszi és Budakeszi, az a Duna két oldalán van egymással szemben, ugye? Na, szóval, hát ilyen emberekkel találkozom én nap, mint nap, day-by-day. Day. <coughs> és, és ezért mondom, hogy semmi, én kiégek tőlük. És akkor gondoljatok bele, hogy mi ostobák vagyunk, ők milyenek. Uh, de lesznek még ilyenekről, lesz még ilyenekről szó egyébként, mert tegnap is találtam gyöngy szemeket a, a Facebook nevezetű <coughs> pokol. Pöcegödőrbe. Pöcegödőr po, vagy pokol 77. tornácán, avagy bugyrán. Aztán majd még jönnek, gondolom, hogy... Ha... Aha, aha. A DJ-t hallod, a DJ-t, hogy scratch -a. Igen. <coughs> <coughs> Úgyhogy van. És nem tudok kilábalni ebből a tetves náthából. Folyik az orron, de nem úgy, hogy tehát már nem az igazi, de még mindig nem jó. Hát kell neked Szlovákiába menni, ezt kapod. Em, te, emlékeztek, a, a, emlékeztek a, a, Zildikós valamelyik videóban, amikor mondta Fickó, Hát, amikor megfázok, elszívok egy cigit, azt egyből. Egyből megfázok. jobban vagy, igen. Lehet, hogy a bio cigit kéne hozzá már. Úgyhogy ennyi történt velem, és veled. Euh, Migiri mójó mi történt. Rengeteg minden történt velem kivételesen. De a először el. Te, a terminátor most. hangodat leszámítva. Hogy csodát? Terminátor hangod van egy borzasztó szarú hallunk. Neked is terminátor hangod lett, pedig nálam, itt most le van lőve minden. Uh -huh. Na mindegy. Én nem, 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 nem olyan terminátor, terminátor hang, hang, hanem csak permanensen szar és halk. Igen. Az óceán jutott eszembe egy barátunk, akivel Berlinbe voltunk innen egy sportexpón egyszer, többet magunkkal, és, és neki is hasonló és megjegyzései voltak, megosztanám veletek. Tehát kim voltunk egy hétvégét, és mindig ilyen gonterhelt arcot vágott, és nagyon figyelte, hogy mi Németországba, úgyhogy a, a második napon megszülte a megfigyelését. Srácok, én rájöttem. Németországban minden 200 forinttal drágább ez kész. akkor így leestünk a, az étterem asztala alá, a másik cimborám, akinek addigra már nagyon elfogyott szegény gyerekkel szemben a türelmem mondta neki, hogy igen, az meg minden 200 forinttal drágább, a pizza, a sör, az irodaház és az A8-as Audi is pont 200 forinttal drágább. De aztán, aztán jöttünk visszafelé, és még, még megkoronázta a, a kiruccanást azzal, hogy jöttünk, és egyfolytában noszogatta a sofőr gyereket, hogy figyi, 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 húzod meg félre egy kicsit az autópályán. Miért? Ö, ki szeretném venni a csomagtartóból a pénztárcámat, de miért? Hát, hogy majd állj meg létszi a német-osztrák határon, mert szeretnék venni néhány csokit otthonra ajándékba. És így ember, á, nincs német-osztrák határ. B, ha ott úgyis meg kéne állni a nem létező határon, nem rájönnél ott kivenni a kibaszott pénztárcát, és nem a pálya közepén. Úgyhogy most, hogy megjavultak a hangok, olyan dolgok történtek velem, tovább folytatódott a, hogy hívják, kalandom a fogorvosnál, úgyhogy minden héten megyek és készül a képem, egyre faszább lesz a fejem tőle. És képzeljétek el, a héten meg volt, életemben először fogsajmeztem. Úristen, elvesztetted a fogselyem szüzességed. Elén. Elén, úgyhogy nem mondom, hogy életem kedvenc időtöltései közé fog tartozni a dolog, mert kurva macerás, de ez is megtörtént. Aztán megjött Amerókából a dedikált Julia Okruszko CD-m végre valahára. Hónapokkal ezelőtt megtámogattam a Kickstarteren a legújabb e, albumát. Ő egy litván származású hegedűművész, aki az usa él, és megint csinált egy nagyon klassz albumot. Úgyhogy végre megérkezett kézbevehetően, nem csak digitálisan a holmi meg még mi történt? Ja, meg a hétvégén lezajlott a, a Tom Clancy's Division-nek a bétája. Fakja fakja, 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 Figyelemmel követtetek a Facebookon. Ezek történtek nagyjából. Azon tényleg én is beakadtam, hogy, hogy ott a level 10-es doboznyitással kapcsolatban ott írtam is neked, hogy, hogy ott az furcsaság volt számomra, hiszen azt írta a program is, hogy, hogy a bétában level 10 kell ahhoz, hogy ezt a dobozt meg lehessen nyitni jól, aztán, aztán mégse. De aztán hát gondolom, hogy a véglegesben természetesen ez már nem így lesz, de minden esetre über fasza, hallod? Nagyon durva a grafikája. Hát nekem egy kicsit vissza kellett vennem, mert akkor erőművem nincsen, és így pakoláztam visszafelé a beállításokat, és, és még mindig szép, még mindig szép, még mindig szép. Na jó, szép. de hát várjál egy már, lábban. hát neked egy, egy P4-es is szép, tehát. Nem, nem, az a full beállítással nagyon durva volt, és azt nézted például, hogy mikor, mikor ö, trappolsz a hóban, akkor hogyha utána visszamész, akkor ott vannak a lábnyomaid. Hát az általában régóta belerakják mindenbe, az sokkal most... durvább, hogy ahogy esik a hó, így gyűlik a válladon meg a igen, sapkában. Igen, igen, igen. Mondjuk nekem a hópejhek kicsit kicsit furán ö, nagyok voltak, de de teljesen élvezhető. Meg hogy, hogy Frankon van egy A-tól B-pontba, vagy főleg a Dark zone -ba. Ú, ez most nagyon off a témából. És hogyha tehát nem csak úgy tudsz venni, hogy így mész az utcán, hanem az meg átvágsz az épületen, és ott is minden meg van csinálva, és egy másodperc lag, vagy loading, vagy anyám kínja nincs. Az volt a legszebb az egészbe. Ja, hát azért fölnyal egy marék memóriát maga alá. Úgyhogy... Igen, tehát neked is csak podcastre nincs számítógépet, de egyébként egy Tom Clancy-t tudsz futtatni, ez is gyönyörű. Ugyanazon a gépen ülök. Hetek óta. Hagyjad már, sose hisszük el. Na, mi történt még azon kívül? Mm, mással nem tudok szolgálni. Jó, van, akkor csapassuk a témákat? Csapassuk, ja, még tudunk beszélni. Tépjük ki a körbálázott szalma közepét. What? A, nekem az jutott What? eszembe, ez már múlt héten is, képzeljétek, még levelet is kapok ilyen témában, hogy ugye múltkor volt ez a porlasztó, amikor beugrott nekem egy gőzlesztő, aztán neked volt annó a gőzlér, hogy ne használjunk ilyen szavakat, mert csak egy, megzavarjuk az embert, kettő, az angol száz kifejezés nagyon tökéletes, hogy vaper. De én meg azt mondom, hogy kibaszott grécsi lászló országa vagyunk, mi vagyunk a nyelvújítók. Ha meg valakinek nem tetszik, akkor nem használja annak-annak nyaktekerészeti melfekvenc. De most komolyan, szerinted tök jó ez a két szó? Szerintem is. Úgyhogy mi ezért használjuk. De ha nem tetszik valakinek, akkor tényleg nem kell használni. De egyébként ez meg egy becenév. Igen. Olyan, mint Szen... a mújó. Hogy milyen? Olyan, mint a mújó. Hívhatlak én téged Krisztiánnak is. Arra is hallgatsz elvileg. Jó. Ja. Elvileg. Bívko Krisztián Mujó. Ezt bele kéne anyakönyvezni a következő személyi csipetbe mert már igazolva, hogy nem lesz. Jó, én még 2022-ig jó vagyok engem. nem. Én is. Nem csippelnek be 2022-ig? De most pont a, két... a névről jutott eszembe, hogy az Indexen láttam, hogy a hülyenév világbajnokság ezen, hülyen világbajnokságnak ezennel vége, bemutatjuk a győztest. Az úriember hivatalos neve Bizu Dudu Zopidipop Bob Bob. Ez szerepel a jogosítványán, meg az útlevelében is. Washington államban él, ahol elég kevés törvény szabályozza azt, hogy az ember milyen nevet adhat a gyerekének, vagy vehet fel ő maga. Az amerikaiak egyébként rendszeresen elszörnyednek, és észak-koreai típusú kommunista diktatúrát kiáltanak, amikor megtudják, hogy Magyarországon egy hivatalos, államilag elismert listából kell kiválasztani a gyerek keresztnevét. Azt mondja, figyeljétek, hát a leírás a legszebb. Bizú az univerzum végtelen szeretetét, szeretetét jelenti, és a tudat ehhez való robbanásszerű kapcsolódását. Dudu a mindennapi élet küzdelme azzal a tudattal, hogy a szeretet káoszt hordoz magában. Zobiri Pop Bob Bob pedig a küzdelem eredménye, ami gyakran ironikus, főleg azért, mert minden élet vége a halál. Hát ez... ez kész, ez kész. Ez, egy ez elég mélyen szántó név. Tehát már, már sajnáljuk a gyereket. És még nincs is vége a napnak. Én szegény édesanyját sajnálom, hogy ilyen hülye fia van. Na mindegy, ez... 60-as években született az úriember ember egyébként? A faszt, hallod? Ez ilyen 30 körüli, 30-35-ös csávó. Akkor az anyja biztos kövér és ostoba. Vagy valami tudatmódosító szereket szedett, vagy LSD nőtt föl, és azért lett ilyen a fia. <kül> Na, mindegy. Most jön Ficsor úr második pontja. Az én a második pontom. Hát nem én raktam be, csak azért. De lehet, hogy Blacky volt megint. Melyik? Az elmentek ti a... Az én voltam. Akkor meg minek kussolsz? Akkor mondjad, baz meg. Hagyod, hogy szegény fifikát itt vegzáljon Persze, vele. Ez hogy a faszban. <laughs> <laughs> Izzazd még. Várjál, várjál. Te most rá akarsz fűzni az én fő komment cunamimra, a négyes pontra? Meg nem, akarsz vele előzni? Napokkal korábban beraktam. Az édes... Majd nem mondtam, hogy kinek a mi. Mondja. Röviden és tömören mondom, és aztán akkor felütheted a holmit, és az egésznek akkor a végén keretet a kéne, színdével. Az egésznek keretet kéne adni, hogy ugye múltkor örültünk neki, hogy, hogy ez a mai napra már sármossá váló úri ember, aki szegény Oszkárt még mindig nem kapott, már kitalálhattátok Leonardo DiCaprio, most, most mindenhol lesz pörög, hogy, hogy Caprio elektromos cigarettát szívott, a, már meg nem mondom nektek milyen, milyen rendezvényen, ami, ami valami asztalnál ülős, díjátadós, színművészek céhének a gálája. Ó, je! Céh gála. Igen. És itt kapcsolódik be Mújó. Hogy ugye körbejárta a világot ez a kép, amin elkapták leonardo kezében a kis elektronos cigarettájával, és teljesen kiakadt az amerikai tüdőszövetség, és beindult a PR-gépezet, a gyógyszeripar által finanszírozott PR-gépezete, és telefosták a sajtót hülyébbnél hülyébb dolgokkal, és teljesen kivannak akadva, hogy DiCaprio a környezetét ilyen szinten felelőtlenül károsítja, és ráadásul még azt az üzenetet is sugalja, hogy hát már pedig elektromos cigarettázni lehet, és teljesen kivannak akadva, és... és De és szerintem és ez azért van, mert hogy lehet. Igen én egy, én egy nagyon kedves mondatra leltem, ö, ugyanebben a témában, mert rengeteg oldal átvette, tovább közölte, átformálta a saját képére, és a PG Media Common van a Lifestyle rovatban, hogy az ala, ugye az American Lung Association, tehát az amerikai tüdőszövetség, ö, már majd, hogy nem szégyelli Shames Leonardo DiCaprio for Vaping. És és megtaláltuk, megtaláltuk a, az alahorvát ildikóját. A szövetség azt állítja, hogy DiCaprio viselkedése a körülötte levők számára ö, passzív vészhelyzetet eredményez, és kiteszi őket, a rák kockázatának. Úristen. Bazd meg. Passzív vészhelyzet. Tehát ezt, öcsém, előgondolkodták, tuti. Ugye, az tuti. Most nem passzív vészhelyzet, passzív veszélyek. Tehát ez a másodlagos dohányzás. De hogy passzív? Kilélegzem a rákot. Zseniális. Az ilyenek nem, normális Jut eszembe mindig a faszkorbács, meg a szívlapát. Ez a kettő jut róluk eszembe. Én, én már várom azt az időt, érted, amikor a rendőrök baszki nem könygázza, meg paprikas mennek ki az utcára, érted, nem ilyen, ilyen telitűdős bodokkal, érted, és vigyázzon, egyszerűen van nálam, és nem félek használni, és így belegőzöl a pofájába a tüntetőnek azok meg, Jó Istenem, jó Istenem, rák, 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 és így rohannak el a bazd meg. Állj, vagy elrákolom. <laughs> <laughs> Egyébként, hihetetlen. <laughs> ha végig man. gondoljátok, akkor két dolgot lehet megfigyelni. Az egyik az, aminek örülhetünk, hogy, hogy van egy keményfaszú csávó, aki ráadásul híresebb, mint mi, bár nem csinált annyi podcastet, mint mi, pontosan jelen pillanatban 94-jel kevesebbet csinált, mint mi a témában, mint mi. És ő ezt fölvállalja, és tök menő olyan, de olyan mégis olyan kis szolidan úgy vépel az asztalnál. Úgy De nem volt, tehát én megnéztem magát a jelenetet. Jó, de, de figyelj, Fifika, figyel, figyel, nem csak ez. Tehát ö, láttunk már karon Varjut, mikor tudod, valami fizetett ö, dohány cégnek a faszom tudja milyen használhatatlan szarját szívja a nagyon híres ember, ő meg egy, egy tök menő boxmoddal ö, pirickázik, de nem csak itt, tehát hajón, jakton, szigeten, kinyom mindenhol. Tehát látszik, hogy ő használja. User. You igen, pár éve már volt a kezébe valami kisebb, és ezek szerint nem hagyta ő, ő abba, ilyen, hanem szépen upgrade-elgetett. ilyen, ilyen boxmod csákó, és a másik, hogy ugyanazt le tudjuk követni a, a Tüdőgyógyász Szövetségnél Amerikában, mint amit itthon művel a, a velünk szemben álló ö, médiát is felhasználó ö, gépezet. Hogy ö, nyomják ezeket a bődületes fasságokat, és a nagyszámok törvénye alapján betalálja az embereket, mert befogja, be, betalálja. Tisztára, mint amit amit mi is mondunk, ugye, hogy hogy már kellemetlen a busz megállóban ez, mert ránk szólnak, meg, meg már csak azt jelenti tényleg, hogy megköpködjék az embert, hogy, hogy itt is arra mennek, hogy az embernek mennyi a tűrő képessége mikor mondja azt a DiCaprio, vagy bármelyik más ember, hogy ő inkább nem konfrontálódik, és nem veszi elő. Bazd meg! ezek kurva egyébként. A, az alának a Norman Edelman nevezetű, doktor Norman Edelman nevezetű tanácsadójának a száját hagyta el az a mondat, hogy az embereknek nem szabadna vépelniük, hogy így vat. Mi, 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 mi az, hogy az embereknek nem szabadna vépelni? Hát neki meg nem szabadna nem gondolkoznia. Nem, nem, nem szabadna beszélnie igazán. Ezek az emberek sokkal károsabbak Sok. bármire, az, hogy kinyithatják a szájukat, mint De mint, Tényleg így, tudnám megfogalmazni kéne, őket, hogy. Én egy ilyen fénykép, hogy károsabb vagy, mint a cigaretta, bazd meg. Ő nem káros, ő egy kibaszott ártány. Ez ártány, a legjobb szó rá. <laughs> Igen, az. Ártány. De nem, mi, mi, mi az Isten van a fejükbe ezeknek? Pontosan ismerik a, a statisztikát ők is. Tehát az a, nézzük világviszonylatba, több tízmillió dohányos, aki úgy hagyta abba a dohányzást, hogy elektromos cigarettázott, és ennek köszönhető, hogy le tudta tenni a bagót. Emellé oda tesszük ezt a mondatot, hogy az embereknek nem szabadna elektromos cigarettáznia, akkor mi? Dögöljenek meg? Tehát nem, ne nem, nem. hogy mit mondanak? tapaszozzanak, rágózzanak, tablettázza. Igen, de mert hát a, tudjuk, hogy használatlan szarok. De a nikoretben levő nikotin az egészséges nikotin. Az, egészséges, az nem rákkeltő? Az nem, az nem, igen. És a Champix, Chantix, valini, cikli, cukli, cukli, nem jut eszembe a rendes neve tablettáktól öngyilkos emberek, sokkal egészségesebben lesznek öngyilkosak, mint aki elektromos cigarettát Mi a faszomról beszélnek ezek, de komolyan? teljesen elmebetegek. De hogy lehet, hogy ő sem hiszi ám, és hogy biztos, hogy tehát ennyire tényleg nem lehet ostoba. Maximum kövér. De, de hogy ugyanazokat a, a, ugyanazokat a blokkokat látod mindenhol. Mármint úgy, hogy itt is ugyanazokból a blokkokból építik fel a stratégiát, mint amiből nálunk. Tehát lehet, hát, hogy ez. Ezek... Charlie, mivel? Hát együtt gondolkodnak. Nem, együtt gondolkodnak. Szerintem ezeknek van egy, egy hogy mondják azt, egy, egy kőműves páholyuk, az meg. Központi hát, nem kőműves a szó. páholyuk van ezeknek. Ha megnézitek, ugye ez már sokszor szóba keveredett, hogy a gyerekek rászoktatása a dohányzásra az e-cigaretta kapcsán, az ugye a GlaxoSmithLine egy belső memójából kiderült, hogy ezt ők kezdték el osztani az észt ez ügyben. Én egyáltalán nem lennék meglepve, hogyha a, a gyógyszeripari óriások PR e, pincéjében lenne egy sötét sarok, ahol a legelvetemültebb gyökerek szülnék meg ezeket a, a hülyeséget, és aztán szétterjesztik. Ezek meg hát nyilván tudjuk, a az ANTS-től, a Nefin, az Alán át, kiknek a zsebébe vannak ezek az emberek, hát megkapják a kis havi fél éves feljegyzésüket, hogy most a következő fél évben ezt kell nyomni, Bütyköt okoz az elektromos cigaretta, és akkor egy szépen pár hét minden mindenhonnan a csapból is elkezd folyni ez, hogy a mélyen tisztelt mengele, Mengelei magasságokba törekvő tudósok és szakértők elkezdik tolni ezt a töménytelen baromságot. De azt úgy, úgy a látod a magad farma. előtt, mikor elmennek mondjuk. ezek mondjuk egy ilyen akármilyen kongresszusra, ahol elvileg értelmes emberek találkoznak, és akkor így, így nem megy oda, ö, mit tudom is én ö, Stevehez, ö, ö, Freddy, hogy így, így hátba bassz, hogy Fred, Freddy, bazd meg! What are you doing? Hát hülyeséget beszélsz. Ő meg azt mondja, hogy I know, I know, csak hát tudod, lóvé nagy Vagy, 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 tehát egymás közt se tudják bazd meg megbeszélni, hogy te hülye vagy? Nem. Ezek nem. nem azok az emberek, tehát azok nem kerülnek meghívásra az ilyen aki, konferenciákra. Aki, aki hozzáértő, érted, az nem jár kell ilyen konferenciákra, az kutat. Biztos meg annak az, az az élete. És és, tehát ez egy tök má, tehát két külön világról beszélünk. Vannak ezek a fizetett terroristák érted, és ebbe a Krisztiánnak teljesen igazat adok, mert a gyógyszeripar pont ugyanúgy működik, mint a dohányipar, azzal a különbséggel, gyerekek, és ezt valamelyik nap hallottam, és óriási duma, hogy képzeld el, hogy gyógyszerből 7 milliárd fogyasztó van a világon, dohányból meg csak 1 milliárd. Akkor így ki lehet sakkozni, érted, hogy a 7 milliárd fogyasztó mekkora piacot jelent az 1 milliárddal szemben. És nyilvánvaló, hogy a 7 milliárd fogyasztó piacban résztvevő cégek sokkal, de sokkal nagyobb lobbijerőt képeznek, mint mondjuk az 1 milliárd fogyasztóval rendelkező piac, de nekik kell az az 1 milliárd is. Hát meg még annál sokkal nagyobb a lobby erőjük, ugye, hogy jön valaki, és azt mondja, jó napot kívánok, Kovács Béla vagyok, és a, a dohánygyárak képviseletében jöttem, már egyben mindenki úgy nézve, hogy itt a büdös dohány lobbista, oda megy a gyógyszer lobbista, jó napot kívánok, az ezért. Glaxus jöttem, ó, hát a csodálatos, a rózsaszín, rózsaszín gyógyszergyártók, az egészségünk őrei, gyertek, gyertek, tehát egészen más már a megítélése is, és ezt is baromira kihasználják. Igen, Na, de, de ez, mögött, ez mögött egy kőkemény piár van. Tehát azt mindenkinek látnia kell, hogy, hogy az, hogy ma így beszélünk erről az egészről, kőkemény PR van a, a, a gyógyszergyártók részéről, és úgy van, hogy a Krisztián mondja, van egy sötét pince, ahol így kiokoskodják ezeket a dolgokat, és utána kiadják terjesztésre. És ha megnézitek, a VH-tól kezdve, a közegészségügy ö, szolgáig mindenki ugyanazt azt a sablon dumákat tolja, mindig fölkapnak valamit, és az, az így végighullámzik a világon. De ez egy Hát de ezért mondtam neked a ezt a szabadkőműves páholy. Mind egytől egyig. Azért mondtam ezt a szabadkőműves páholyt, így összejönnek ha mondta a... egyszer, és aztán így, így, srácok, most ti kezdjétek, most mi kezdjük, aztán mi forgatjuk meg, és ezt egy felosztják szépen, és látjátok, tök függetlenek egymástól, és ugyanazt mondják. Én egyébként örülök neki, hogy neki ment a, az ala a dikapriónak. Igen. mert mert a hétköznapi halandót basztatják ezek a, a, az intézmények, annak nincs sok holméja, de nyilvánvalóan DiCaprio se hülye, talán még ideje is van két forgatás között, hogy elolvasson e kutatások kapcsán egy-két dolgot, hogyha ő is annyira szeret odafigyelni az egészségére, mint a többségünk, ha már sikerült abba adni a dohányzást. Tehát valószínűleg tisztában van vele, hogy mi az Isten csinál. És uh, ameddig minket baszogatnak a demjénék, meg az alák, meg az ildikók, meg ilyenek, addig mi kis vékonyka hangok vagyunk valahol a messzeségben, senki nem figyel ránk, a kutya se érdekli, hogy mi mit mondunk. De basszák föl az agyát egy Leonardo DiCaprio-nak, akit millióan követnek, és a többi, és a többi, és csak így ereszem meg mérgébe egy olyat, hogy ezek idióták, az elcigiók. De ez, 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 ez nagyon Christian, visszafele ez tud ugye, a, a Amerika leg, legnézettebb show műsorába egyszer így fejt, ki a de, hát így, várja, várja, Nem tilos betét van, nincs, bemegy a Friday Night francia és meggőzölgeti azt a másfél órát, amilyen van. De csak hogy várjál, ráfűzzek a dologra. Tehát ő már ő, nem reklámarc, nem ez az első megjelenése így ettől függetlenül csinálja tovább, nem ez az első, ez a vicces az egészben, nem ez volt az első rendezvény, ami ő gőzölt egyébként. Jaja. Tehát ezelőtt már, már tavaly voltak ilyen képek, meg azelőtt, de hát millió és egy embert föl tudunk sorakoztatni, az meg, kibaszott Deril. Ennyi. Ja, ja, hát találják meg a Derilt, a Dicapriót, a Catherine az összes többit, akiknek Facebookon szokott keringeni a képe. Posszonttsák föl őket. Ennél jobban kell képzelni, amikor tényleg ekkora népszerűséggel rendelkező embereknek kezdenek el belegázolni a tüdejébe ezek az idióták, és már nem csak a hétköznapi. É, igen, csak ő nem, szemek, nem ne. az fogja egyébként megunni, hanem az, hogy vele foglalkoznak ilyen hülye témában. És akkor egyszer De... majd valamelyik kicsattan, és azt mondja, hogy miért nem foglalkoztok ti egyébként az édesanyátokkal? De hát tényleg ezek az emberek azok, akik megállás nélkül követik a paparazzik, hozzá vannak szokva a figyelemhez, ha, hol hideg jön, hol meleg, tehát nem fogja zokon venni egy dikaprió, hogy fasságot mondanak róla, mert a bulvár sajtó valószínűleg két naponta mond valami fasságot róla valahol a világban. Egyébként <laughs> azért, jobb, azért, azért nagyon menő nekünk... Bocsánat. csak őket. Azért nagyon menő, hogy a dikaprióval baszakodnak mert a dikaprióval jó nők is szoktak megjelenni, és mikor ők tengerparton fényképezkednek, így a paparazzik lefényképezik őket, és a pasik megnézik, mert oda nő, oda nő, ó, de meg, tudod, és oda de meg Azt az mi van a kezébe a Capriónak? Tehát milliószor több emberhez eljut, mint hogyha mi itt nyolc éven keresztül tépjük a szánkat. Ez a kurva jó benne. Igen, én ezért is örülök neki. Nagyon jó. Még sok ilyet kérünk az Alától, meg az összes többi kreténtől. Egyébként köszönjük Ajna. meg Két Winsletnek, hogy megállapította ő is, hogy már pedig ráfért volna az a, arra az ajtóra DiCaprio is a Titanic című filmben. Az volt az egyetlen mélypontom nekem a, 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 az a rohadt itt. A, a, ott nekem még nagyon nem jött be, de aztán aztán volt egy hatalmas terület, rengeteg kurva jó filmje van, és ráadásul elcigizik. Menő. Még ha hallgatnak. Az egyik kedvenc filmemtől az az eredet. Ó! Oh. Hát oh. Menő volt. Hát Én meg a Catch Me If You Menő volt. A izé tetszett nekem nagyon a Tom hanks ugye a. Kapja, ha tudsz? Az, az is. Az is zseniális. zseniális volt. Meg igen. hát ugye most az új a farkasevő, vagy mit, tudom én, medveülő, vagy. Medve. 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 Romániába forgatták? <sítható> igen, igen, igen. Úgyhogy számolja a medvékkel, hogy megvan-e az <sítható> összes, vagy megevett egyet. Na, köszönjük Szindinek! Köszönjük Szindinek, igen, mert Szindi, aki az MTV euh, Twitterének olvasója, ő, őt is szíven ütötte ez a jelenség, hogy DiCaprio Ecigével a kezében jelent meg egy ilyen helyzeten, és nem bírt magával, szóvá tette a véleményét az MTV Twitter oldalán. Azt akartam Ezt akartam mondani, a... hogy MTV-t mondtál, de nem a magyar királyi tudományos. Nem, MTV, a BBC-es TV. Igen. Na, ha hát ti így mindenkit vagy. Persze. Igen. Úgyhogy Szindi meg is írta az MTV-nek a Twitteren, hogy Hát én úgy tudtam, hogy ő egy nagy környezetvédő. Nem hallott róla, hogy a cigaretta és az ecigi füstje felzabálja az ózonréteget és megrövidíti az életünket? Ennyit arról, hogy mennyire zöld vagy, Leo. Nagyszerű image, hát nem. Ezt így... Felszabály ezzel a tanulmányal az még én sem tanultam, hogy föl találkoztam, hogy az ózonréteget, de szintén... Ezt írjuk meg Ildikónak is, tehát ezt ki ne hagyja érted az ózonzabáló ózon zabáló e Egészen elképesztő. Úgyhogy aztán írt is neki Ron válaszul, hogy Szindi, leestem a székemről, úgy röhögtem rajtad, nagyon köszönöm. Leülhetsz, leülhetsz egyes. Igen. Hát így van, most már az úzon is zabáljuk. Is. Jó mondtad, is. Picit uh, hagyfűzek már ide, mert uh, említettük itt a leszoktatást, meg a, a, a sámpixot. Uh, azt elfelejtettem mondani, hogy ami kőbányában a markolós gyerek egy egóval a kezébe ücsörgött a markolóba. Természetesen nem bírtam ki, hogy oda ne lépjek hozzá, és akkor beszélgettünk egy kicsit. Erről úgy dolgozol? Podcastet hallasz? Igen, hallod, és a markolóba szólna a hifi, párásító. É, és kérdeztem tőle, hogy mióta használja, stb. 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 És képzeljétek el, hogy, hogy, megint így megállt bennem az ütő, mert egy, egy olyan történetet mesélt el, hogy ő két és fél doboz piros marbórót szívott naponta, három hete kezdte el az e-cigarettát, előtte pedig egy komplet sampix izé, mi ez, kúrán volt túl, és azt mondja, hogy a Sampix mellett ugyanúgy elszívta a két és fél doboz marborót, semmiféle késztetést nem érzett abba, hogy, vagy arra, hogy kevesebbet szívjon, mint előtte, és három hete napi három szál cigarettán tart. Most azt mondja, de már azt se akarja nagyon szívni, csak még, még ízé, és hogy szégyenli is magát, mondta neki, hogy ne aggódjon, mert én két évig ö, voltam ilyen kettős főhasználó, és ez nagyon szép eredmény, és gyakorlatilag már azért a azt gondolja ő is, hogy igazán a nehezén túl van, de hogy semmivel nem bírta ilyen szintre lehúzni a dohányzását. Volt ezen a ezen a, a, tanfolyamon, meg, meg volt Elen tanácsadáson. Kell. Tehát mindent ért. Tehát azt mondja, hogy sokszor hogy összeszámolta, hogy kétszer annyit elköltött a, a dohányzás abba hagyására, mint amennyiben a dohányzása került egyébként és, és semmi az nem az használt. Érted? És három hete gyakorlatilag, ahogy elkezdett el azt mondja, azt vette észre, hogy először három naponta kellett cigit venni, most már lassan egy hétig is elég egy doboz cigaretta, az zseniális. Úgyhogy ennyi volt még a kőbánya hozadéka, de, de mondtam is neki ezt a Pix-as történetet, mondom, úristen, de jó, hogy a bajtad, mert, mert, ebből még azt mondja, őt abszolút, tehát semmi ilyen szinten nem befolyásolta, vagy semmit nem érzett. A Képzeld, el, mi lett volna, ott hallod? Ül a, a, mi, mi, kotrógép, vagy markoló? Markoló, Markoló igen. így ül benne, és így eszi a sampixot. A büdös kurva életben nincs azért, az élet. és neki megyek a városnak a kurva élet, és így lerombolja, ledózerolja a picsába. Magamra döntöm a sziklát. Vagy nem, nem, nem. Föltekergeti a Markolót, és összeroppantja az irányító fülkét benne magával. Igen, fura öngyilkosság. De fiúk, egyébként van nekem egy nagyon-nagyon új hírem, mert mindig szeretünk újdonságokkal a hallgatóink elé állni. 2015 után itt van 2016 medvehagymája, a benzaldehid. Ízlelgessük a benzaldehid. Íz ízlelgessük a szót magunkban. Ben Alde az Aldehyd. Az már biztos. És már várja, nekem tulajdonképp a cikken azért ragadt meg a szemem, mert a kedvenc felnőtt filmes színésznőm ő, oly sokszor használt e cigarettázós képével van fönn a neten, tehát ez nálam már 80%-ról indul. Oké, oké. Aki szeretne rákeresni Asa Akira. <kül> És a, a cikk, tudjátok, hogy egy cikk címében minek kell szerepelnie? A, annak a terméknek, amit le akarunk járatni, a very dangerousnek és a tanulmány szónak. És akkor ebből egy, szintén egy panel összerakjuk, az ízesített elcigaretta nagyon veszélyes lehet. Kettős pont tanulmány mert hogy megállapították, hogy, hogy hát passzátok meg most, nézzétek meg. Azt mondtuk, hogy diacetil. Bazd meg, nem csináltak olyan likvidet, amiben nincs diacetil? Most mi a fasz legyen? És akkor most azt mondták, azt mondták hogy figyeljetek már, medvehagyma, benzaldehid. Keressünk valamit, amiben van benzaldehid, faszom. Kurva, oda néz, bazd meg, a cseris likvidek. Van bennük benzaldehid. Fuck yeah! És bazd meg, van benne. Ki a faszt érdekel? Elmondom, rákerestem, fiúk, ez zseniális. Benzaldehid felhasználása, írjátok be a google -ba. Azt mondja, hogy hirdetet, fizetett hirdetés kihagyjuk, egy, kettő, három, negyedik találat, hogyan állítsunk elő harcigázt de... házilag? <híris> Na most azért, azért nem, nem kell a, a hülyék szekerét tolni. csak mondom, tehát ilyenek is vannak. Egyébként, hogyha valaki kíváncsi a benzaldehidre, az annyit kell róla tudnia, ezt sem magamtól tudom, vannak nagyon jó szócikkek a világhálón. A benzaldehid az egy aromás aldehid. A képletével senkit nem untatnék, mert senkit nem is érdekel. Meg, hogy az alifás aldehidekre jellemző redukciós, oxidációs és kondenzációs reakciókat ö, mutatja, Ezt senkit nem érdekel és nem is tudja, szerintem csak a lakosság 1%-a. De egyébként a természetben is előfordul a keserű mandula olajban. Most nem az lesz, hogy fagyáló van az elektromos szigarettában, hanem harcigáz! Harcigáz az <laughs> Ez az, az, a, ez az amig, amig dalin, tehát amikor legelőször meghallottam, érted? Egyébként azért Mi jutott utálják... a Star wars az meg? igen. Azért utálják, mert a tulól, ami egyébként egy iszonyú erős ö, ö, szerves oldószer ragasztókba fordult elő. Például a Pálmatex, Pálmafix, hogyha valaki azt, azt hittem azt mondtad, hogy ha valaki szipuzott gyerekkorában. Szipu... <laughs> gyerekkorában, akkor van találkozhatott vele. Na ennek egy ilyen oxidációjával állítják elő mesterségesen. De ugye önmagában a keserű mandula a... és a csonthéjas gyümölcsök, mint például ugye a sárga barack mag, őszi barack cseresznye, magokban fordul elő. Egyébként valószínűleg... Opa, ez is a... harcigáz van. Abba is harcigázott. ezért találkozhattak a, a Seris Liquidbe euh, benzaldehiddel, ami gondolom egy ilyen aromás összetevő volt. Azt gondolom a cikk meg egyáltalán nem tér ki rá, hogy milyen mennyiségben euh, esetleg mennyi, mennyi van a cigarettában, a gyönyör, mint vagy a nincs, tüdős, De figyelj, Fifika, meg Mújó, te is, hogy tudjátok, ha esetleg szemiritációt éreztek, vagy bőr vagy tüdő, tüdő irritációt, na az akkor a rossz. És, és megvan, hogy miért vagyunk mi ilyen ostobák. Elmondom én most ti nektek. Azért, mert a benzaldehid értelmi károsodást okozhat. De hát akkor szerintem ö, D és H és a többi luddita egész nap benzaldehid gőzben ülnek, és azért beszélnek vieségeket. mert hogy értelmi károsodottak lettek tőle. Jó pofa dolog de. egyébként ez a kémia. A harmadik találat az, ahonnan annó mi is vettünk mindenféle ö, pégét, végét, ö, nem mondjuk ki a cég nevét, de az FIFIKA árulják. Képzeld el, illatosításra szerves festékek szintéziséhez oldószer. Az anyag vagy keverék ellenjavolt felhasználása, tettere, 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 előttem van a pdf. Ellenjavolt felhasználási terület nem ismeretes. Hoppá, buli van. A EU-s EU besorolást kapott újra a, benzo, a benzaldehid, és ott már az ártalmas Az állagok. van, lenyelve ártalmas, és, és akut toxicitás. Na, hát soroljunk még lenyelve ártalmas dolgokat. Kis Rengeteg hulló. van érted, kinder tojás például. Sörös, sörös kupa. tud lenni a lenyelet. Az. Már a részét. Nem baj ez, hogy ilyenek egyébként kiderülnek, mert ezzel arra vannak a gyártók ösztönözve, megvan, hogy ezt kiterjeszti. Figyeljetek, fiúk, azok, akiknek laborjuk van, hogy mindig kelljen hozzájuk visszavinni mintákat, és jó pénzért bemérethessék, most benzaldehidre. Úgyhogy megint mindig lesz ki szerintem... Fognak találni Igen. Valamit cserni, tehát... Megint lesz egy körük, ahol, ahol majd erre kell kimutatni, hogy nullása a, a folyadék. De ilyenkor igen, kontextusba kell nekünk is helyezni, hogy a miben található ez, és ott mennyi található ebből az anyagból. De és ja, azt, is is. El kell, azt is el kell mondani, hogy ennek az aldehid uh, hisztériának soha nem lesz vége. Tehát a, a benzaldehid de rokon vegyület, például az is olajban lévő aldehid, vagy a vanilinban lévő aldehid is. Tehát ha ezt egyszer le tudjuk, akkor majd jön, érted, a, az ánizs, jön, sőt, szerintem az ánizs már lehet, hogy benne is van a TPD-be, mert én úgy tudom, hogy tiltott cigaretta, vagy dohány illatosító anyag lett, ezért likvidbe sem használható, ugye? Mert azt, azt a részt gyakorlatilag átemelték a likvidekhez is. Úgyhogy uh, itt lassan tényleg az, az lesz, hogy kikopunk mindenféle ilyen uh, ízesítő uh, cuccból. Nem tudom, mit, mit fogunk szívni pár év múlva, de hogy nem azt, amit most az a szinte fogókat. biztos. Figyelj már, Fifika, javíts ki! Te többet láttál Petri csészét, mint én. A forráspontjánál, ha alacsonyabb hőmérsékleten gőzölünk, akkor uh, jó eséllyel megszabadulunk tőle? Illetve nem nem is nem is juttatjuk be a szervezetünkbe, hiszen párologtatunk párát. Hm? Nem, figyeljtsen, ez biztos, hogy úgy van, hogy amikor te ízítasz, és képződik a pára, az a, a forráspont alatti anyagukat is viszi magával. Kezdtem örülni, mert 178,1 fok a forráspontja, tehát hogyha 178-ra belülném a temperature controlt, akkor és akkor persze, és így leszelektálnád, érted? Igen, hát, igen, igen, most... Zseniális lenne. És a... Oh. Va... a... Maradj a abba marad. Maszki. Figyelj, abba hagysz minden. Ez a kat... Nem, a büdös lófasz, nem. Olyan... fú de hát most ezt elmondom, az meg valaki milliómos lesz belőle. Olyan likvidet kell csinálni, ami olyan, mint mikor a pálinkát lepárlod, hogy 170 fokon ilyen íztat ki, 175 fokon olyan íztat ki, 200 fokon amolyan íztat és akkor valamit szívná, most már jó, akkor föltekerem 2 re Mint a színváltós kis autó. Ennyi. Hát ez a, tudod, ez a színváltós köröm lakbaz meg. Jó, aki most Ennyi. hallgatja az adásomat és likvidet kever, ez <coughs> még ingyen volt. A, ez csak, még most így. Csak volt. vicceltem, persze, hát ilyen nincs, meg egyébként is, de csak úgy gegnek, úgy gondoltam, nem lesz rossz. Hát nem is lett rossz. Vagy igen? Szavazzatok. Ö, ha már szavazás, nem tudom a szavazásról, mi, mi, miért jutott eszembe a telefonjaitok. Az tel hát, tel enyém ki van abszolút. Oké, Krisztián, nem, mert az enyém még a szobába sincs. A kutatásra, a sorsolásra kitérhetek -e egy picit fiúkák? A Debrecenire. Elze, hogy... Ö, nem én, és... De én is így gondolom. Én elszaladok egy kis biológiai szünetre, addig egy másodpercre, ha nem. Oké, okay, be right back. Köszi. Addig jöjjön Kinga. Nem jön. Oh, fuck. Szóval ez a kutatás, amire tudod, a Pelzó V2-t uh, sorsoltuk, kettőt is, Igen. az uh, végül is uh, öt ember küldte be, a hatodik késve, de teljesen mindegy. Legyen az, hogy hat ember küldte be. Puh, meg. Ez elkeserítő, azért. Húsz ember kéne, húsz, hat küldte el. Már csak tizennégy, érted? De ha a tizennégy meg a hat, az több, mint a duplája. Hát hatot is alig bírtunk összeszedni. Hogy várunk itt bármit? Ezt nem tudom, az engem is. Uh, uh... Elszomorít. Meg, megviselt olyan szempontból, ugye, hogy a, a jó emberrel, aki benne van ebbe a kutatásba, elég sokat beszélgettünk, és uh, uh, én akkor mondtam, hogy, uh, hogy, hogy ettől optimistább voltam. Ez tény és való. Tehát uh, azt gondoltam, hogy leg, legalább egy tíz ember azért, azért össze fog uh, jönni, de hát. De Fifi, amikor meg azt mondod, hogy a találkozón, akármilyen találkozón lesz tombola, meg nyereményjáték, meg akármi, arra oda megy 80 ember. Én értem, hogy ez neked most áldozat, mert le kell jutni valahogy, és ha te vezeted a kocsit mondjuk, és szétdobjátok a pénzt, akkor is van valami, valami költségvonzata, tehát nem várhatjuk el, hogy, hogy mennyi le, mennyire le, 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 és akkor megvan a Hányszor mondtam, mennyire megvan négy ember, de... De hát... Ö, adni kell, hogy kapjunk. Szóval, már úgy mondom, az adni kell, hogy néha a mérleg nyelvét el kell billenteni oda, hogy én vállalok terhet a közösségért. Nem csak mindig a markomat tartom, vagy hogy mondjam ezt, hogy ne legyen ebből sértőd, és érted, hogy, hogy gondolom, remélem. Én, én, az, én azt gondolom egyébként, hogyha odállítottunk volna egy, egy ilyen hiper-super buszt Pestre, és mondjuk még Debrecenig öt helyen megállt volna, és összeszedte volna az embereket, sem biztos, hogy többen lettek volna. <kül> ez az egyik, a másik meg, hogy ez mindenkinek azért a, a saját döntése. Nyilván ilyen olyanokból nem mennek az emberek, ezt így kell tudomásul vennünk, nem, nem tudunk mit tenni. Még van egy, egy dobásunk, hogy a másik oldalt megtámogassuk, abban mondjuk én voltam a, a Lusta, tehát hogy a dohányosok ne dohányozzanak egy hétig. De Krisztián, de Fifi, ezzel tudod mi a bajom, hogy ha nem dohányzik a dohányos egy hétig, akkor Adán... lassabban ürül ki a szervezetből, Igen. mint amilyen látványos az, hogy kvázi nem dohányosként egy hétig cigit szívsz. Tehát csak gondoljuk végig azokat a, azokat a tanulmányokat, meg kimutatásokat, vagy infografikákat, mikor az van, hogy két nap után elkezd javulni az ízlelésed. Egy hét után tettere-tettere. És akkor ott mi van benne? Mennyi idő után ürül ki a nikotina szervezetedből? És a kátrányról nem beszéltünk, mert az évek. Soha, mert az RTA megmondta, hogy lerakódik a nikotinot a Hú, is, is. Ki is? Várjál, ki is rúgták a picsába őket. <coughs> Szóval, jó, hát ukasat hát nem lehet mondani, tehát én nem köpködhetek meg senkit azért, hogy hogy nem ment el, csak ne, do, ne dobálózzunk, senki, senki ne dobálózzon akkor itt nekem izével. Több százas Facebook csoportom van már, hogy saját magának neki, mert őszelapától egy faszom tudja mi a Facebook csoportot, mikor, mikor hat embert tudunk mozgósítani hatot, meg több ezres létszámmal fórum, meg Á, gyerekek. És az a, a, legszomorúbb, hogy az az ember mennyiség, akik elmentek, azok tök fölöslegesen mentek el, ha nincs meg a húsz fő. Hey, és mennyire járunk? Hat, Krisztián. Még hat. Mindig hat a Itlarkba. Jó, legyen hét, mert a vizsgálatot végző srác is, akivel levelezni lehetett, ő is ö, bedobta a tüdejét a közösbe. Na de, érted, hét. Na, tudod mit? Optimista vagyok. Legyen tíz, mert vagy csomó biztos nem jeleztek vissza. Tíz. Most mi legyen Csámi, menjünk le mi, vagy mi? Hát olyan szívesen lemennék, csak ö, nem felelek meg a kritériumoknak, tehát nem olyan erősséget szívok, illetve... Mikor, Krisztián? Mikor? Épp hát mikor én... podcastet csinálunk, vagy épp mikor 14 órát dolgozunk? Hát csináljunk ott egy podcastet. Hetente van podcast, csináljuk ott a podcastet, miközben vizsgálgatnak minket. Aha. Nem kell skype-olni, belebeszélünk a telefonodba egyből. Egyből. Két, két tüdőröngen között meg, megvitatjuk. Kiröhögjük egymás tüdőképét. Például. Tudod, az ezek a, a social programok egymás tüdőképének kikacagása. Ho -ho 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 -ho. Ernyőkép szűrés, szépségverseny. Igen. Oda néz, milyen szép a ballebenyem. tényleg szép. Felállt tőle. Szóval Na, ebbe az a szomorú, hogyha most így hárman neki durálnak magunkat, hogy, hogy, hogy az is kevés lenne az még pont pont tíz lenne akkor. De akkor már meg lenne a fele. És akkor tíz embernek menne a levesbe a kutatási anyaga, mert nincs meg mi. Tehát, és fiúk, mikor azt mondjuk, hogy komoly kutatás, tehát szerintetek mivel fog először visszavágni az, akinek oda basszák az asztalára? A gyerekek, húsz ember, hát az, az nem mérvadó, az, az, az nem szignifikáns. Jó, Krisztián, hát vagy mindenki, mindenkinek mondom, találjunk ki valamit, találjunk ki valamit, mert ö, na. Ahogy bandi mondaná, használjuk hatalmas férfi agyunk erejét. Meddig, meddig fut ez a projekt? Február valameddig volt, nem? De lehet, hogy rosszul emlékszem. Szerintem tovább, szerintem tovább, ö, de. Fú, megkeresem majd a kontaktot, megpróbálom fölvenni a kapcsolatot vele, és ö, ha beleférünk, ez a baj, hogy a... mert ezen gondolkoztam, hogy szépen fölvisz, elviszek egy felíró táblát a podcast századik adásra, kitesszük, és ott, tehát csak könnyebb úgy megszólítani, hogy odaülünk egy asztalhoz, tíz percet beszélgetünk, mond a kérdésedet, mondom a válaszainkat, itt a papír, vagy kinyomtatjuk 50 példányban, és akkor azt mindenkinek odaadjuk, hogy, hogy itt van ez, itt van az, itt van amaz, minden info rajta van, keresni se kell, mert mindig ezek a kérdések, hol lehet fölvenni a kapcsolatot, kit kell keresni, miért kell keresni, hogyan kell keresni. Összeszedjük akkor M plusz egy egyszer, és ha akkor még él, majd megkérdezem a srácot, ha akkor még él a dolog, amikor a podcast meetup zajlik, akkor oda rákészülünk, és elvisztük, és megpróbálunk élen járni a dologban, mert nem hagyhatjuk a többiek tüdejét kárba visz. Illetve, ha bárkinek ezzel kapcsolatban van valami világmegváltó ötlete, akkor az ne tartsa magába. Mert kis tarcsa is az élet kis tartsa, mert ott tartotta. Szarvicc volt. Igen, de igen, igen, de, igen, igen, de, de ezt akartam jön mondani, jön. Ja, de podcast társam viccén mindig kacagok. Bruha. De lehet, hogy azért, mert jó volt, csak ostobák vagyunk még egyszer. Ostobák ah, igen, és a ostobák kövérek. Na, de térjünk és a akkor. És kövérek. és kövérek. Térjünk akkor erre ki, mert nagyon sokan kérdezték, hogy mi... Lehet ez. Ami nem igaz, mert hogy kérdezték volna sokan, hiszen nem élő az adás Elmondjuk az én fejemben. Azért, mert ostoba vagyok. Igen. És Előgondolkoztál, Krisztián? Előgondolkoztam. Megjelent egy kutatás az Augustai Egyetem, az Egyesült Államokbeli Augustai Egyetemen készül. dr. Catherine Davis, pszichológus, a fővezér vezér anyatigrise a történetnek, és arra lukadtak ki, hogy a dohányfüsttel való kapcsolattól a gyerekek ostobák és túlsúlyosak lesznek. És azt állítja a pszichológus hölgy, hogy egész egyszerűen minden mérésben alul teljesítettek azok a gyerekek, akiknek közük volt a dohányfüsthöz. És Dick Padlock, aki ugye remek blogot ír és ilyen jó kis vitriolos dolgokat szokott írni, ő is ízekre szedte ezt a, a tanulmányt. És, és elgondolkoztam rajta én is, hogy hogy mi van, hogy van ez. És most képzeljétek el, hogy uh, ugye itt az elmúlt tizen pár évben, elmúlt néhány évtizedben tűzzel vassal üldözik a dohányzást, jó formán már alig dohányzik valaki. És mégis ez van, hogy a gyerekek bizony kövérek és ostobák lesznek, hogyha bármi közük van a dohányfüsthöz. Kérdem én, és Dick Padalkot is. Meg még sokan mások. Mondjuk így a múlt, év, múlt évtized, múlt évszázad 50-es évekbe, 60-as évekbe, 70-es évekbe, amikor minden onnal tódult a cigarettafüst, jóformán nem lehetett egy ember találni, aki nem dohányzott volna, nem volt olyan gyerek, aki ne került volna kapcsolatba a dohányfüsttel, akkor az egész előző két-három generáció túlsúlyos és ostoba kellett volna, hogy legyen. De mégsem ez jelentkezett, hanem jelenkorunkra jellemzőbb inkább a túlsúlyosság problémája, és a többi, és a többi. Annak idején nem volt ez annyira jellemző, hogy túlsúlyosak lennének a, a, az emberek. És mégis ön is állít egy ilyet, és párhuzamot van. Egészen hihetetlen. Nem a dohányfüstöt szeretném védeni, de hogy már messziről annyira bűzlik ez az egész, hogy az hihetetlen. Merik. Nem beszélve arról érted, hogy egy, egy világháború, ugye ha csak a múlt évszázadra gondolsz, hogy egy világháború után, de tényleg, ha valaki megnézi a nosztalgia, mi ez? MTV3, ahol állandóan... M3, a... ez a retro adó. Retro, állandóan a kádárrendszer legjobb pillanatait elevenítik föl, hogy ott megnézel egy ki mit tudott, és a zsűri becsém mindenki szívja, érted a, a, bagót, hogy akkor a moziba lehetett dohányozni, a, tehát tényleg nem volt olyan hely, ahova ne úgy menjébe, hogy vágod a füstöt. Mert régen minden jobb volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy sem ostoba, sem kövér emberekkel nem volt tele ez az ország, meg a másik se. De hogy nem, nem úgy emlékszel hogy... a háború utáni felvételekre? Az a sok dohányfűs környékén felnőtt gyerek csak úgy gurultak jobbra-balra, nem ám éheztek, és csoncsoványok voltak, nem bazd meg, majdnem kipukkadtak a zsírtól. Hihetetlen. Ki, a... kipukkadtak a zsírtól. Jaj, 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 megszúrtam az ujjam. De mi Te folyik? Figyel, egyébként. Mi ezzel folyik a, ezzel a, vi a világ éhezését meg lehetne oldani meg. Afrikában ott van az a rengeteg ez a sovány ember, az meg csak oda kell menni. Exportálni kell a passzív passzív dohányosnak, érted, és akkor segíts meg Afrikát mennyi oda dohányozni, Még véletlen. Ekkora agyuk legyen. Véletlen se azért van annyi elhízott ember mondjuk Amerikában, mert egészségtelenül élnek is. Tespednek a 270 TV csatorna előtt is eszik a, az olajban átitatott két hétig tartós kenyeret és, és szénhidrátból annyit visznek a szervezetükbe, hogy összeszámolni nem tudod. Azért, uh, nem attól, uh, hanem a cigarettától híznak el. Jó, mondjuk nem lesznek buták, hanem buták, hiszen dohányoznak. De. De. Már így születnek, érted? Egy hogy hogy kövérek és ostobák. Nem, Ha megnézzük, nem komolytalankodjuk el a dolgot, akkor azt tudjuk, hogy azt mutatgatták kifelé, hogy a fejlődésben lévő szervezetnek a, a nikotin, az agynak a, a kifejlődésében tud visszásájukat nyilvánvalóan nem súlyos értelmi fogyatékot okoz, hanem valamilyen szinten hátráltatja a kamaszoknak például ezért nem jó ötlet dohányozni, mert baromira nem kell az agyukba a, a, a nikotin. De, de, hogy ezt így ennyire általánosítani, hogy már pedig aki dohányfüstel, az ez és ez lesz, amikor tényleg basszus 30-40-50 évvel ezelőtt nem volt ember, aki ne dohány füstben nőtt volna föl és létezett volna. Á. Vannak ezek a komoly dolgok. Na jó, de ezt mi nem foghatjuk föl, hisz ostobák vagyunk és kövérek. É. és, a, és akkor még az ostoba orvosok még ajánlották is a dohányzást Amerikába, ugye? Jó, és az orvos nem hazud. Egyébként most, hogy az Amerikát mondod, Magassuk itt van, egy, amerikót. itt van egy cikk, a Walgreens-ben, ha jól látom, akkor szabom kitteket árulnak? Így bizony. Befosok. Szabomkit a Walgreens-ben? Sz... Hát ez kurva jó. Ez zseniális egyébként, a drága jó Cigler Feri, Cig, cigri, cigri Cigler felé. Osztotta meg velünk ezt a kis infót, és ott van a, a cégben a fénykép, tudod, hogy le van fényképezve, egy külön kategória érted? Ajajajajaj, ú, baj van, baj van. Tank. Nézd meg Jaj. a jobbról a második dobozt. Mi van ráírva? Mystic. <híris> Újra egy cartridge, de ez nem olyan Mystic, nem y hanem csak Mystic. Málnál családok. Meg minikoil, mini van ott minikoil, beszarsz, minikoil. De az sub-ohm coils. Persze, de ott van rajta a hülyéknek is. 30 watt plus plusz sub-ohm tank. Aztán Leszébb van egy... egy Pakciós. Igen, van egy... Igen. Az most nem lát, az 49,9? Aha. Az elég ízi az az akció. Adjustable Airflow Sub-Ohm Tank pirosval. A hülyének is. Zsír. Tudod, nem kell megígyezni, elküldöd a, elküldöd a anyukát, mama, vegyél két pirosat, meg vegyél három ződet, azt az jó lesz. Két azt kék szabom tankot kér. Igen. De, de látod? Na, hát ez mire vezethető vissza? Az elbutulásra a hűlésre, őrület. a cigarettára. viszont egyébként tudományos kutató munkát végeztem, itt előgondolkodtam gyorsan sutyomba. Ez a benzaldeid nem hagyott nyugodni, úgyhogy egy rákerestem a google és találtam egy dokumentumot, ami a nem a dohányfüstben lévő dolgokat, hanem konkrétan a dohánytermékek gyártásánál adalékanyagként használt anyagokat sorolja föl, ABC sorrendben, és a 35. a benzaldeid. Na ezért mondtam neked ott, hogy kontextusba kéne helyezni, hogy a cigarettába van-e, és ha igen, mennyi. De nem is az, hogy van, teszik bele. Ugh, La, bele. nem van, hanem hogy rakják bele. Ja, de az más, az más, mert azon van fűszűrő, Kriszti. Ja, az értem, már... az olyan, mint a nikvitines nikotin. Igen. Az, az Igen. Meg most gondolj bele, hogy Igen. ők ezt így fölállították, hogy Ő, a cigarettában van, azt mondja, ha Béla, mennyi is? Hát olyan, nem tudom, de több ezer. Oké, okay. csináljuk azt, hogy minden káros anyagot megpörgetünk a sajtóban, mondjuk, pörgessünk meg két hetente egyet, és akkor a szorozzuk meg mondjuk négyezerrel, Hű, baz meg, 8007-ig el vagyunk látva. A komolyan gondolják? Mondom, itt nem, nem lesz ízesítés. Tehát előbb-utóbb oda fogunk kiukadni, hogy. Ne, tehát már így az lehet, hogy. Előbb-utóbb tudod, hova ilyen... fogsz kiukadni, csak a dráhított szívhatod. <laughs> van egy <laughs> ilyen, ilyen aromaipari uh, alapanyagok című könyv, ugye, mert azért. Nagy titkot nem árulunk el vele, hogy ezek az aromacsoportokhoz tartozó ö, dolgokból, itt tudom is én van, 60 féle, ezeket variálják különböző mennyiségekbe, és akkor így jönnek ki ezek az ízek. De ezt nem is tudom, száz év óta így csinálják. És most ezek mindennek neki fognak ugrani, végig fognak menni a teljes ö, aroma választékon, biztos vagyok benne. Menjenek. Nyilván az Igen. Hát ők menjenek, de ne napra, mert ugye akinek vaj van a fején, az ne menjen Azt a napra. ne menjen a napra. Roppant, zseniál egyébként ez a kis... Uh, hány ezer szavas? Nem tudom, Krisztián. Hány ezer karakter? Én ezeket mindig előszeretettel meg szoktam számoltatni a programmal, hogy hogy el tudjak számolni a lelkismeretben, hogy hány karaktert írtam fölöslegesen, mert senki nem fogja ezt azok Hú, közül nem elolvasni. Ha kedvedél, megnézem, Oké. Okay. Elindítok egy ilyet, hogy nem tudom eltalálni a menüpontot, de el tudom találni a menüpontot. Csak 12 ezer karakter. Szó közze Persze, mindennel. Oké. Okay. Szóval Én Krisztián a tím... írt, Igen. Egy, írt egy bejegyzést a Gőzlér blogjára, ami Gőzlér blog, és nem Vaper, hogy ne menjen napra, akinek vaj van a fején, ugye? Ez már a múltkor félig szóba került, és ígérgettem, hogy meg fogom írni. Már egy ideje érik ez a dolog, ugye a korányi oldalán kesergett, Dr. Kovács Gábor, aki a dohányzás leszoktató támogató módszertani központ vezető és a Magyar Tüdőgyógyásztársaság elnöke, meg egyébként, ha jól láttam, a koránynak is valami főorvosa. és és ott kiadott egy közleményt a korányi Honlapján, ami tolja lefele a, a, a hazug propaganda maszlagot jobbra-balra, valamint górcső alá vesz minket elektromos szigaretta használókat is, hát néven nem neves senkit, de... De nyávogott egy picit, hogy milyen sajnálatos támadások érik a kollégáit a médiában, miket lehet hallani, hogy mi milyen tiszteletlen és neveletlen sudri bunkók vagyunk, és, és támadjuk az ő csak felkent, felszentelt, előgondolkodó kollégáit. És hát megszültem a válasz, úgyhogy egy nyílt levél keretében közzétettem és elküldtem Dr. Kovács Gábor úrnak is, hogy Hát, ha elolvassa, és képbe keveredik, hogy mi, miért is vannak ezek a, ezek a sajnálatos események, amikor mondunk egy csúnyát, ne hagyj Isten valamelyik kollégájáról. De hát a stílus maga az ember, ahogy ő is megállapította, az arrogancia a gyenge bizonyítékokkal rendelkezők eszköze. Igen, ez ő a leggyönyörűbb ez a leggyönyörűbb az egészben, hogy mi vagyunk arrogánsak. Mi vagyunk arrogánsak, és nem azok az arrogánsak, akik semmibe se vesznek minket, és lekezelnek, és magas lóról oda odavetik, hogy nyugodjanak bele, és a, a mi szakértőink sokkal szakértőbbek, és a többi, és a többi. Mi vagyunk az arrogánsak. Lehetett egy jó csavart vinni az egészbe egyébként, ugye Clive Bates tavaly összefoglalta gyönyörűen, hogy mi a baj ezekkel a közegészségügyi megmondó emberekkel, hogy mennyire durván súlyos szerep tévesztésbe keveredtek, és hogy, hogy mennyire nem értik, hogy a munkájuk azzal jár, hogy nekik a közzel kell foglalkozniuk. Úgyhogy e, e, ezen a vonalon is lehetett egy kört menni, ha valaki nem olvasta volna, javaslom, hogy, hogy olvassák. Én, én, mindenki, én meg is osztottam. Volt olyan ember, akit három szó ívtam, hogy te elolvastad már? Elolvastad már? Érted? Mert én úgy jártam, hogy a Krisztián megosztotta, és így ránéztem a, a azt hiszem Facebookon láttam meg először, így ránézek a Facebookon, a Krisztián Jézusom megírta a választ és épp fürdeni készültem, és akkor tudod, így gyorsan ne nekiálltam elolvasni, el elolvastam, bementem, letoltam a nadrágom, és nézem, hogy a combom mind a két oldalt ilyen tök piros. Mi a szar? Fölállt. Én eszembe jutott, hogy végig csapkodtam a térdem, az meg. Ja, azt hittem, hogy fölállt. Milyen kurva jó! Az utolsó mondatot szeretném kiemelni. Búcsúzóul engedje meg, kérem, hogy tisztelettel köszöntsem önt és az egészségügy luditáinak panteónjában, úgy gondolom nyilatkozatával maradéktalanul kiérdemelte. Üdvözlettel, Pifko Krisztián. <laughs> 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 Zseniális. gondolom nem fogsz rá választ kapni. Szerintem hát... nem, mondom, én elküldtem a korányiba is, csak hogy tudják, hogy, hogy ilyenek is vannak. Nyilvánvalóan ezeknek az embereknek kározzal számolni, hogy majd megérinti a lelkismeretüket, mert ahhoz kéne, hogy legyen lelkismeretük. De azt már eladták a gyógyszerkoncerneknek, de nem, kikívánkozott. Tehát ezt te meg Dovi fedeztétek föl, ha jól emlékszem, vagy kettőtök Igen. közül valamelyik, é, valamelyik őtök, és, és tényleg ez már nagyon régóta piszkálta az oldalomat, hogy erre valami... Én, én fedeztem föl, de tök véletlen, tehát csak így... Itt valami év fölmentem a korányi oldalára, mert beszéltünk róla, és akkor így rákattintottam, nézmes. Az, az a rész, az FUL nekünk van címezve, illetve hát még azt sem mondanám, hogy a, az e-cigaretta fölhasználókat szólítja meg, mert nem. Hanem azokat szólítja meg, akik mertek szólni, és mertek nyilatkozni, és úgy nyilatkoztak, ahogyan, hogy, ahogy, ahogy, ahogyan fölpiszkálták őket, tehát érted, Én nem tudom. Ja, Bocsánat, nem akartam közbevágni. Tehát hogy mi, mi, úgy úgy nyilatkoztunk, ahogyan bántak velünk. Tehát azon nem kell meglepődni, hogy hogy nem azt mondtuk, hogy jaj tényleg, de szar ez az e-cigaretta, így most, hogy mondjátok meg, hú de szar, hogy ennyit dolgoztunk, ennyi kurva kibaszott anyaggal, és így összeszedtük nektek, és oda tettük az asztalotokra, és le se szartatok minket, mi kérünk elnézést, sőt az én kurva anyámat, tehát érted? Hát, ez, na, na mindegy. Nem, ebben az a az az érdekes, hogy én nem tudom, hogy milyen médiára gondolt, mert hogy alapvetően igazából bármelyikünk nyilvánult meg médiának, e, sajtóterméknek, vagy ilyesminek e, minősülő helyen, ott azért ezt kulturáltan tesszük. Tehát azért vagy volt, vagy nem volt gyerekszobánk, nekem speciál nem volt, de ettől függetlenül nem fogok bazdmegélni. Na megélni. de Krisztián, Krisztián, e, a... már az az arrogancia, hogy te azt... Úgy gondolod, hogy egy doktor állításait te megkérdőjelezheted, és elmondhatod egy országos kereskedelmi csatornában, már ez arrogancia. Azt a Nyilvános riportokban itt, oké, okay, na most nézzük, a nyilvános riportokban tetszik, nem tetszik, többnyire én szoktam szerepelni. Nyilvános riport, úgyhogy szerintem ez félig, meddig nekem kéne, hogy Hát szóljam. figyelj, mióta, mióta van zakod, azért inkább tetszik. Jó? Ugye. Jó van. Nyilvános riportokban tényeket, szakmai érveket nyilatkozó munkatársainkat, személyüket sértő vádakkal illetnek. Kik? Mert én nem. Mert én nyilvános Igen, tehát... riportokban kulturáltan maximum Jó, nem. annyit mondok, hogy, hogy sület. Igen, De hát hazudnak. Ez nem szemét sértő, ez egy megállapítás. Ha valaki hazudik, nem mond igazat, bizonyítani tudom, hogy nem mond igazat, az hazudik. Arról mondhatom, hogy hazud. De tudod, mi van, Krisztián, hogy ő neki egyszerűbb ezt kimondani, mint érdekes. Miért nem jelent föl a gecibe? Ez Fikor, akkor... te is voltál riportban. Illetted De személyében, személyében senkivel nem foglalkoztunk. Án nem. Sértő. Elment a füled mellett, Krisztián, amit most mondtam. <coughs> Mit mondtam, Nem te hallottam. Ja, nem hallottad. Tehát, hogy, hogyha ennyire sérti őket, vagy úgy érzik, hogy a kollégájuk lelkébe gázoltál, te is pökhendi, fölényeskedő fasz voltál, miért nem védi meg az igazát, mondjuk, bíróságon, és akármiért, becsület sértésért, vagy a faszom tudja miért, azt mondani, hogy már pedig ezért, meg ezért, meg ezért. Mint tudod, hogy a Hajdú Péter szokott embereket így beperelgetni. Aztán ott majd elválna a búza az ocsútól, de hát az nem lehet, mert akkor az meg, ott lenne egy valak papír, amit ők nem olvastak át, csak, csak így azt mondják, hogy káros, meg rák kettő meg és akkor te, te meg így oda tennéd, hogy, hogy, de ezért nem, ő mond valami másik fasságot, ez meg ezért nem, és a bíró elolvasná, értelmezné, és meghozna a döntését. Na hát ettől félnek. Ezért mondják csak így a nagyvilágba el ezeket a szavakat, hogy, hogy, izé, hogy a kollégáit semmibe véve, meg fellengzősködve, meg a tököm tudja még milyen jelzőket mondott arrogancia, meg a stílus maga az ember. Hát ilyeneket le lehet írni, csak egyszer, egyszer jönne már el a pillanat, hogy, 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 is hogy nem, is nem használom a, az internetet, meg ugye egyébként a médiát, hanem igen, te ezt gondolod? Na, hát akkor gyere, beszéljük meg a balónál, vagy tököm tudja kinél, hogy mi van. Te az egyik oldalon, én a másik oldalon. Na, azt akkor ütköztessük az érveinket. Ilyen nem hangzik el sose? Mert Jaj, ott buknó dolog. Ez egy csodálatos párhuzamot pedig. Már megint szabadba vágtam, bocsáss. Nem, nem a szavamba. A párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Mondjad. Szóval idézem az írásba Dick akinek volt szintén egy remek írása, miért is kéne az elcegiseknek illedelmesen viselkedni a hazugokkal. Tehát ő is lehazugozza a közegészségügy megmondó embereit, és abban van egy mondat, amiben javíthatatlan hazugozóknak nevezi ezeket az embereket. És most esetlen nekem, hogy nem elég, hogy az elektromos cigarettáról és a tudományos tényekről megállás nélkül hazudnak, de Dr. Kovács Gábor még arról is hazudik, hogy személyüket sértő vádokkal illetjük őket nyilvános riportokban. Tehát még itt sem tudnak nem hazudni. Egészen, egészen elképesztő. Itt, ahogy jöttem be, végig, végig hazudtam. Igazam volt. Hogy ezt úgy mondja, itt, ahogy jöttem be, végig, végig hazudtam. Végig? Nem? De? Ugye? Na, 21. Na jó van, lépjünk tovább, fiatalok. Az arcok szánalmasak. Ki írta be a kilences pontot? Jó, no, de számolni. Én voltam, én voltam, én voltam. Na gyerünk akkor. Hogy mit tudunk róla? Most néztem Blackinek ezt a bígyóját a, a, a Kuzikettes műhelyből kifele könyöklő Dwarf K Fantázia nevű kazánt amit valami kangeres ö, kazánfej köré álmodtak meg. Ja, 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 ja amiben mindenféle szírszar kanger porlasztót bele lehet rakni. Igen, igen, igen. És nem tudom, néztétek -e engem, hogy nagyon megfogott. azért baromi régóta magamnak tekergetek meg ilyenek, de annyira megtetszett az a kazán, hogy én lehet, hogy a heckkedvér kipróbálok egy ilyet. Nekem tökre tetszett a, a, a bemutató alapján. Az az igazság, hogy én a. a... Pont így voltam. Várjál, mindjárt mondom neked, hogy mi volt az. Mert hát ez hülye. Ja persze, én vagyok a hülye, mert arra kattintottam, hogy under. Uh, Assessori. De nem, de a tank és refill. Igen, lefele, még egy kicsit, anyátokat. Gyerünk, igen, én a kabukit néztem így egyébként, mert az tökre, tökre, tökre fasza lenne a Provari p 3 on mert hogy ugye natív csatlakozós meg az anyám kínja, és, és, és tök jó néz ki, az is 90 dodó, plusz a shipping. Na de hogy az is ilyen, ilyen tökre fajék egyszerűségű kis cucmák, és mégis azért jó pofán <coughs> néz ki. Mondjuk. Én, is örültem meg neki nagyon, mert a múltkor, amikor jött a, az új kis Kaifun, hogy jön majd, és megnéztem, és nagyon szépen nézett ki, és megörültem neki egyből, hogy hú, milyen jó lesz, majd május utánra legyen egy jó kis felújítható kazánya még mégis valami strapabíró, jó kinéző holmi. És azon kezdtem el filózni, hogyha majd kijön addig, de aztán ez a dwarf nekem lesöpörte az asztalról, Hát, tudod, hogy ez milyen egyébként, hogy mindig, mindig az, ami új, az, az éppen annál nincs jobb, és, és. Nem, én azért már erre immunis vagyok néhány éve, tehát nem kell minden új szírszart megvennem. Ezt ez, ez már levetkőztem. De hogy mégis ez, ez a kazán, ez úgy megfogott. Lehet, hogy azért, mert Perszó kettő közeli. Nem tudom. én se tudom, mi fogott meg benne, ezt csak te tudhatod. Én is nézegetem egyébként ezeket a, ezeket a rohadt modokat, és, és, és mindig, mindig sajnos visszakanyarodok arra az oldalra, ahol, ahol, ahol remélem nem hallgatja az asszony, de hát sok száz euróért látok, és, és mindig oda lyukadok ki, úgyhogy egyszer csak beakad, aztán, aztán, lecsapok rá. Már múltkor összesítettem, hogy eladtam a billetboxot, eladtam ezt, eladtam azt, és akkor azt még nem költöttem el, akkor az tulajdonképp az kiúba van, és akkor azt gyorsan meg kéne szabadulni, mert tudod, most jó a forint dollár. De hát majd meglátjuk, mert én is, én is vadászok még egy csomó minden, csak ja, nekem is vannak kritériumok, aztán, aztán azt nem akarja egyik se maradéktalanul teljesíteni mindet nagyjából. Hát ennyi. Majd meglátjuk, hogy neked hogy válik be, ha esetleg veszel ilyet. Én mindenképpen. Ja, nem szabad mondani. Te benne vagy a XY miatt mentem tönkre? Csoportban? Igen, hogyne, hogy, ne, hogy Na. XY miatt mentem tönkre, Na. ez nagy. Hát ennyi. Na, Ö, olvasói kérdést most nem tettünk föl, kicsit lazítottunk mi is, meg volt épp elég dolgunk, tehát tulajdonképpen Fogalmazhatunk úgy, hogy lazít, direkt lazítottunk, de egyébként én voltam tréhány is, elfelejtettem. De hát semmi baj, hát ö, lesz még hét. Ö, és ö, és közben Szerűlés valaki rám írt, hogy meg akarja venni a laptopomat. Jó fiúkák, ez jó hír! Akkor lesz mod! <laughs> Gyorsan belekattintok a pigiri párásítóba azért, hogy mi. Jaj! Menjetek fel gyorsan a párasítóra. Láttunk, láttuk. Melyiket? A három gráciát. Azaz. Horáki kiállítás, igen. <laughs> Gyönyörű. Horáki, goráki, tatranki. Nem is nem is esetlen nekem ez a goráki. Én azt hittem, hogy ez a Horalkinek valami más akcentussal lejtett. Ez dialektusban, igen. Egyébként mi van még, ez nem, az sem sorsolás megvolt. -ra 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 -pam -pam. Fú, de ez de utána, amikor Fivika csinálja. Krisztián, egyébként megnézted, amit a Boris berakott a Tom Clancy's Division Bétának a, 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 játékát? Ö, én nem bírom elviselni azt a két figurát. Miért hanem, nem? nem? tudom. Túl trágár nekem. Aha. Jó, akkor átmegyünk irodalmi stílusba a következő adástól. De egyébként nekem, és akkor várj, és akkor a FIFA-t, ha megnézed, ott, ott ledobnád az égszíjat. Ő, elkezdtem nézni azt is, ha már belinkelted, de mivel <laughs> focis játék. Hát és engem se fog meg, de azt a focitom, <laughs> mindig távol tartottam magam, de, de kb. úgy játszanék, mint a Jani. Kb. ha ki írt még itt értelmeset? Oly, 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 Nagyon oly. meg akarják venni azt a notebookot tőle csalz, csak úgy csülingen. Igen, 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 igen. Mikor meg akarják nekem magyarázni, hogy a, a, a traceroute az miért nem enged messze menni, következtetés levonni, mikor több hálózatról ugyanannál a hálózati eszköznél hal el a baz -ba meg és megkerestem már azt a szolgáltatót, és nem hajlandó bevállalni, hogy azért 140 másodperc az oldal elérése, mert nála elkaszálja. Nem, hát ezt nem lehet. Jó, én vagyok a hülye. Mm. De kövér Nagyon vagy, osztóba. és ostoba. És ostoba. Olvastam valamit. Na. Nincs olvasói kérdés? Nincs, látom, figyelté. Nem, nincs. Nincs, viszont van sorozat, sikerült befejeznem a fargó második évadát. <hül> beteg. Azt tudom mondani, beteg. Nem tudom eldönteni, segíts mújó, szerinted most ez akkor Frankon megtörtént esetet, dolgoz így, úgy föl, vagy, vagy mi? Mert én nem akarom elhinni, hogy ilyen hülye, ezt ilyen beteg emberek vannak. Én nem tudom, bevallom neked, meg kéne nézni a Wikipédiáján. Meg én még le vagyok maradva, megálltam az első epizód után, és félre raktam ínségesebb időt. Már hogy volt, mi ne? a, 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 a S, S S01 E01, vagy az S02? S02 az ja, első. Ja, 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 ja. Hú, hát akkor ezt sem mondhatom el. Hát ez, ez zseniális. Ó, édes Istenem. <laughs> Kurva jó, hogy beszélünk sorozatokról, le vagyok maradva ezzel is, maradva, de kurva, sorozat néző vagyok, csak mindennel le vagyok maradva, azt nem beszélhetünk oh. róla. Jóval Mert akkor. más nézeket nem teltek róla. Tudnék neked mondani egy tíz másik sorozatot, amit meg te nem nézel. Nem tudsz, nem tudsz mondani. Hát mondjad. Hát mondjad. Nem hát tud, nem tudom. Na, hát, hát ennyi. Hát nem de tudsz. De simán megmondom, itt van, meg is van a show akvárius, Aquarius, Arrow, Uh, azt nálam. Dead, Ka jó, And hát az És akkor csak az ABC jó. sorrendben megyek, Black Sails. Oké. Okay. Azt, azt egyébként én is beraktam az RSS-be, még nem kezdtem el. Brooklyn 99, Continuum. Da Vinci démonai, Dark Matter, This is Legends of Tomorrow és Dominion. Elementari, és akkor még csak az E betűnél járunk, hát, és mondtam szerintem hát, tizet, amit te nem de, nézel. Hát nem, mert annyira gagyik. De most már értem, hogy miért vagy ilyen de ostoba. Hát miért vagy ilyen ostoba és kövér. Viszont de. én vég, végignéztem a, az ember a fellegvárban. Ti, ti azt végnéztétek? Hogy nem? Igen. Hát te annak mi a vége? Hogy? azt értettétek? Igen. Mert te nem. Nem. Pff. Te te milyen ostoba vagy. És nem kövér. kövér. <laughs> De érted itt, tudod nézem, 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 és leül a padra, és te mondom, mi? Valamit kihagytam. Vagy mi, mi, mi van? Fázist váltott az öreg. Hát, hát átmászott nem az alternatív univerzumban. Annyira zen volt, hogy átfécsent hozzánk. De hogy ezt semmi nem jelezte se előre, se. Nem, nem tudom, nekem ez így nagyon. A... Jelezte előre, hát amikor a filmekről már lehetett tudni, hogy egy alternatív világból jönnek. De volt némi alternatív valóságfelütés már, még hogyha nagyon-nagyon-nagyon vékonyan is. De Oké, okay, 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 tehát volt, volt valami furcsa kapcsolat a nő és a, miniszter között. De, de hogy, hogy ez lesz a vége, tehát az engem úgy fejbe vágott, érted? Tehát... Meglepő fordulat volt valóban, én nem <coughs> sem számítottam rá leül egy padra, és visszakerül abba a valóságba. Na mindegy. Egyébként nem volt rossz a film, olvastam róla kritikákat, abban egyet kell, hogy értsek, hogy mindenki kurva jó volt kivéve a főszereplőket. Tehát azok tényleg így sokszor aluljátszották azokat a színészeket, akiknek csak ilyen epizód szerep jutott. De egyébként nem volt rossz, tehát élveztem a tíz, tíz rész volt, azt hiszem. <kül> Jó volt, tetszett. Csak mondom, ez a vég ez annyira megdöbbentően, pikk, pik, mint amikor hentes levágja. Pim, itt vége van, kész. Tehát ez bármikor megtehették volna a, a tudom, az utolsó három részbe bárhol, itt tették meg. Ennyi. Hmm. Na. De videó? nagy a sóhaj. Videó, ö, addig vadász. Ja, de, van kultúra, jó. Ja, ezért mondtad, a hülyeség az megy. Már elnézést induljon. Ja, igen, 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 igen. A videó nem is lehetne aktuálisabb annál, mint amit találtam. A az Alának a dikapriós vépelős játékára fűz rá ez a videó, és ezt szeretném betenni a, a show notes -ba. Cool. A másik pedig ugye a Kultúrhába mehetne a Luna 9-es hold komp, vagy járó, ez vagy egy, mi a faszom? Ez egy, ez egy leszálló egység, ugye helyezzük kontextusba, hogy miért itt és miért most, mert hogy február, február 3-án ért holdat a, a Luna 9. Az orosz Hold programnak volt egy, volt a csúcspontja, amíg rá nem jöttek az oroszok, hogy ők sajnos nem fognak tudni embert eljutatni a, a holdra azzal a rakétával, amivel Szerették volna. Mellesleg az csak egy ilyen adalék a történetben, hogy az a hódrakéta, amit az oroszok kidolgoztak, és ugye a hidegháborúnak vége lett, abból, annak a hajtóművéből raktáron volt még azt hiszem 30 darab, amiből utána az amerikaiak miután megvásárolták, ezt a maradék 30 darab hajtóművet, egy saját rakéta családot építettek belőle. Az oroszok egyébként azért nem jutottak el emberrel a holdra, mert kicsit túl komplikálták a dolgot, és gyakorlatilag 30 vagy 40 évvel hamarabb próbáltak meg olyan túlnyomásos hajtóművet építeni, ami nem tudott szinkronba működni és ez volt a, a vesztük. De aztán ugye ők megcsinálták, a, ha emlékeztek rá, ezt a holdjárót, ami, ami gyakorlatilag a mars az előfutára volt a, a holdon, és egy halom olyan technológiát kidolgoztak, ami a táv, távolról való irányítással összefüggött. De hogy ez 1966... Február 3-án érte el a holdat, és ez volt az első olyan űreszköz, amelyik a hold talajszerkezetéről pontos információkat adott. És még, még egy érdekesség, hogy az amerikaiak, amikor a, a leszálló egységet elkezdték tervezni, akkor ennek a szondának az a, az megkémkedett adataira támaszkodva ha. tudták már, hogy milyen talaj fogja majd a leszálló egységet várni a hódon, mert hogy ez még akkor vitatárgyát képezte hogy el fog-e esetleg a holdporba, milyen vastag a, 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 holdon a porréteg, mekkora terhelhetőségű, stb. 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 Szóval ez egy nagyon jó és nagyon érdekes sztori. Azért tettem be a, a Wikipédiát, mert, mert, ott át lehet linkelgetni mindenhova, és gyakorlatilag az ügyes emberek egy össze, össze tudják rakni ezt az egész történetet. De mindenféleképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy a, az orosz Holt kutatás azért egy darabig fejfej mellett haladta az amerikaiakéval. Tegyük hozzá, azt hittem, hogy azért a Luna 9, mert hogy kedves barátom Csabinak a macskáját Lunának hívják, avagy, <laughs> avagy Ezt nem tudtam. Amikor, aki épp nálad volt, ugye múltkor lekvidér, Ja, hogy az ő. Igen, ő. igen, igen. Az ő valami kibaszott drága macska, bazmeg. meg. Annyira macskát hallod, más annyira tehenet vesz, komolyan mondom. É, a másik pedig, hogy ugye elbaszták az oroszok, hát egy Elon Muskot kellett volna maguk mellé állítani, fölvitte volna őket a SpaceX-el, meg vissza is hozza őket a picsába. Egy mozgó platformra ebbe az volt, egyébként ebbe az, az, egész sztoriba az volt a legjobb, hogy valamikor a hidegháború után összeültek az akkori amerikai és az akkori orosz mérnökök, egy, az amerikaiak meghívták őket egy ilyen találkozóra, és ott beszélgetett két ilyen hajtóműfejlesztő mérnök, és mondja az amerikai, hogy, hogy hát ez a túl, ez marha jó lenne ez a túlnyomásos rakéta, hajtómű, de hogy ők elég sokat kísérleteztek vele, és hát nem lehet egyszerűen kivitelezni, pedig hát fele annyi ö, üzemanyaggal kétszer, akkor a súlyt lehetne vele földkörüli pályára juttatni, és akkor mondja az orosz, nekünk abban van 30 darab raktáron. Tehát ez, ez volt így röviden a story, de zseniális. De mondok még akkor valamit, ez most csak Elon Muskra jutott eszembe, hogy nem tudom, olvastátok-e a vákumos szupervonat ötletét? Igen, 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 beszarsz. Nem olvastad, Krisztina? Hallod, zseniális. Nem az, ezer, hogy... ezer mennyivel? Várjál, nem az meg, hogy, hogy ö, gondolkozik rajta, hanem elkezdték építeni bazd meg. Egy három kilométer most nem vagyok benne biztos, hogy átmérő, sugarú, vagy hosszúságú, de... Én, egy inkább kör... su sugarúnak gondolom. Hát az nagyon sok lenne, az kurva sok lenne. Körpályát építenek, valahol a halálfaszán, a sivatagban, és azt mondják, hogy hogy ez egy cső lenne, amiben vákum van, abban van egy, egy ilyen mágneses levitációval gyorsuló kapszula, abban vannak a kis muksók, és hogy tervek szerint Los Angeles-t és San Francisco-t kötné össze, és ezzel a vákumos alagút tal repítenék a vonatokat, akár 800 mérföld per órás sebességgel. Yes, az mond, 1200... Hát 1500, 1500 kilométert céloznak meg a csúcsnak, és az a cég, aki egyébként csinálta a SpaceX-nek a szoftvert, az Ansys, készített egy virtuális, tehát lemodellezte virtuálisan, betáplálta a szerelvények adatait, az alagút adatait, betáplálták a szoftverbe, beállították az alagút nyomását, és úgy ott a gépet, hogy barátom, te most számolj. Aztán az volt a legdurvább, hogy hát néhány helyen kéne módosítani kicsit úgy a szállítóegység kinézetén, hogy ne legyen túl nagy a nyomás, de hogy alapvetően működne a koncepció. Úgyhogy, és ugye az Ansys már bizonyított, hisz a SpaceXnél már dolgozott velük Elon Musk, úgyhogy, és azt meg elkezdték építeni. Tehát ez, ez nem az a figurat, hogy így gondolkozik, hogy ah, faszom, valamit kéne csinálni, és akkor papíron meg izé, meg majd hogy legyen, meg gondolkozunk, megcsinálja megcsinálj a picsába. Aztán majd kiderül. 1500 kilométer, hallod? Hát ez mi lenne te? Negyed óra alatt átmennél Záhonyból zalaegerszegre. Amíg annyi se. Hát mi jó, gyors, gyorsítás, lassítás. Gondolom egyébként a, itt a költséghatékonyság az, ami óriási. És azt mondják, a... hogy hogy, 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 hogy kurvára nem lenne úgy elszállva az árakkal, mint mondjuk a, a Concorde volt annak idején, hogy, hogy gyorsan, és mégis repülőgép szuperszonikus, meg a tököm tudja, hogy, hogy ugye fölhozták itt az Amtrakot példának, hogy Amtrak, hogy ki hogy akarja ejteni, hogy, hogy az mennyi viszából bébe ott, és, és, összehasonlítható, és nem 10-20 szoros áron elvisz ából vébe a vákumos szuper vonattal. Egyébként, amivel ugye a maglevbe is beletört a, a japán kivitelezőnek a bicskája, tehát tönkre is ment bele anyagilag, de hát ő egy vállalkozó, tehát szerintem ő nem megy a pénze, pénzével ellentétes irányba. Hát én se csinálok olyat, amiben tudom, hogy ez bukásra van ítélve. Hülyeségre nem költ. És hát az meg a másik nagyság, hogy, hogy, hogy a Big Bang-be is szerepelt a csávó, tehát biztos, hogy jó arc. <laughs> a vasember. Is. Szóval ez fasza lesz ez a, ez a, ez a szuper vonat. Én remélem nálunk ilyen sosem lesz. De valaki, valamely, valamelyik indexes tudósító írta, hogy ő, ő már ezt vizionálja a, a Szobvác-Budapest vonalon. Ne, 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 ne. Én hogy hívják a szokram néha menni hévvel, és konkrétan azt nem tudják megoldani, hogy fél éven keresztül fennakadás nélkül menjen a margitid és a Battyányi között az a nyomorult év. Na de miért? Hát a magyarok vagy. azt se tudják megoldani, hogy a csatorna fedél, az ne lógjon ki, vagy ne süllyedjen be az út szintjéből. Tehát mi ilyen dolgokat nem tudunk megoldani. Vagy hogy a közvilágításnál lehessen látni, vagy ilyesmi. Az minden, az csak egy Szegeden, Szegeden van egy lámpás, ilyen, ilyen nagyon bonyolult körforgalom, és tudod, amikor neked a lámpa zöld, akkor ilyen ledes jelzők gyúladnak ki, hogy merre mehetsz. Na, azt egy év alatt háromszor sikerült nekik kicserélni, mert attól tönkre ment, hogy az autók rá mennek. Hát ez nem zsaj... is értettem, le, amikor legelőször ezt hallottam, hogy ezt mire tervezték akkor, tehát, hogy, hogy arra soha nem megy autó, vagy... vagy ez fura egyébként, értem. én ilyent a szlovákoknál láttam, ott a zebra előtt villogott keresztbe a zebrán fehérrel, fehér ledekkel, azt az is működött. Sőt, nem villogottál össze-vissza, csak mikor mondjuk 400 méterre voltál, és akkor villogott. Aztán mikor már nagyon közel volt, hát meg, akkor látod, hogy ott az zebra, akkor már nem villogott. Na, ha már tudományos témáknál járunk, és már vége van a, az ercegi témának, ö, kérjük meg az olvasókat arra, hogy segítsenek nekünk. Ö, ez bennem fogalmazódott meg, de ti is szenvedtek ettől, mert ma is ö, szoporollerre ültünk föl a rohadt Skype-al. Kedves hallgatók, ha van alternatívátok, ami ki tudja váltani a Skype-ot beszélgetésre, és nem a Mumble, és nem a akármicsoda, és több résztvevő tudja használni ingyenesen, osszátok meg velünk, légy szíves, illetve legyetek szívesek kommentben, mert, mert ez már tarthatatlan, amit művel a Skype, a hangoutot lőjük ki, mert az ö, egyéb technikai problémák miatt ö, szenvedés. Úgyhogy erre várunk ötletet. És. Ö, ja, és tudjátok, mit akartam még mondani, fiúk? Bele. Locsolom a pénzt a találkozóba. Locsolom a pénzt. Krisztiánnak eldicsekedtem, képzeld el, nem tudom neked mondtam-e. Tudtam hirdetést föladni Facebookon, és elfogadták. Ja, igen, igen. Fuck yeah! Meg tudtam hirdetni a podcast találkozónkat, és ö, kapaszkodjatok, az összeg rengeteg ezer forintot rááldoztam. Úgyhogy a kampányra... Mi volt a hozadék, Charlie? Tehát... Ö, ja, igen, ez, ez tök jó, ez tök jó, ez tök jó, zsírság, mert ő ugye lebontja ezt arra, Öh, hogy csak öt közben néztem, hogy kocka Géza el van átkozva. Öh, hol is volt ez hirdetéskezelő? Hogy a hirdetéskezelő megmondja nekem, hogy hányan öh, kattintottak arra, hogy ott leszek, öh, az elérésre lebontja, illetve hogy. Öh, Na, ne már. Hogy egy darab embernek a megszerzése hány forintba került. Most ott tartok hogy egy ember nekem 137 forintba került. Targetáltam, először képzett voltam olyan buta, hogy nőket is belevettem, aztán, aztán láttam, hogy nem, nem, ez nem irányadó, mert nagyon kevés hölgy kattint, úgyhogy a csajokat kivettem, csak a budapesti és környéki férfiakat dobtam bele, kicsit szűkítettem a kört, úgyhogy most elköltöttem már... Jobbulás Kinga 683 forintot, és sikerült ezzel öt embert szerezni. Főnyeremény. De most ott tartunk, hogy visszatérjek a. Ö, három hónapot kaptam, mert 10 milliárdot sikkasztottam. Három évet kaptam, mert elszívtam egy fül cigit. Ez se rossz. <laughs> ö, szóval most ott tart a találkozó, hogy fiúk el kell kezdenünk gondolkozni, ö, ugyanis a helynek a befogadó képessége az papíron 80 fő. Most ott tartunk, hogy 74 érdeklődő, 86 ott lesz. Tehát el fogjuk érni azt a pontot, amikor majd, majd ki kell tennünk a megtelt táblát, vagy majd cserélgetik egymást az emberek, inkább legyen az utóbbi, de, de kezd jól alakulni. Jól alakulni. Úgyhogy jó lesz ez, jó lesz ez, jó lesz ez, a tombola szelvényeket már megvettem, bebebebebebe, be, 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 be. mi van még? Charlie, a számod hogy az ezredik podcast, az mikor lesz, mert addigra a, a mit tudom én, a valamelyik stadiont vagy sportarénát kell kibérelni. Azt mondja, hogy ezer podcast és most vagyunk, most leszünk 100, tehát akkor az már csak 900. 900 podcast. Év. Per. Ha nem megyünk szabira az 20 év, tehát még 19, mm -hmm. 18 és fél. Nem, 18. 18 én akkor leszek uh, annyi, mint 49. 50. Fú. Hát, ja, már majdnem ilyen nyugdíjba menő podcast. Tehát én már biztos ingyen fogok oda utazni. Na, 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 na. ne durvulj, keresni. ne durvulj. Most éppen ezen beszélnek, hogy ez nem annyi jogon jár. Az nem úgy van, hogy te csak úgy utazgatsz, mert 65 vagy. Nem, de vagy szervezünk neked telekocsit, vagy fizetjük a, összedobjuk tombolána izét, a vonatjegy árát. Ha még akkor élni fogsz. És hogy, hogy mondod? Nem vá vákumos vonattal kell Az, de durva hát. hallod! Mikor azt mondod, hogy nem vagyok Dócon, de várjál, felülök a vonatra. És két perc múlva hívsz, Charlie, itt vagyok a nyugatinál. Mi van? Hol vagytok? <síthat> <síthat> és akkor milyen életszerű lenne a Dócról indult Super Express megérkezik? Nem, másfél perc múlva megérkezik. Elnézést egy perc múlva. Elnézést, itt van. Ja. Úgyhogy, ja, kerekedik, kerekedik, finomodik, finomodik a podcast találkozó. Ti is dobjátok már be, hogyha van még valami ötletetek most így adásba, hogy, hogy szerintetek, mert megszavaztattam így azért sutyomban a népet, hogy, hogy papír vagy, vagy webes feldolgozás, a papírányerésre egyébként 50 valamennyi, a másik meg 10 valamennyi, de én is egyébként a webesre szavaznék, mert ott Puk, egyből látjuk, keveri a kérdéseket, nem tudnak egymásról puskázni. Fifika, tudsz hozni esetleg egy, egy ilyen podcast tabletet, hogyha valakinek nincs okos telefonja, akkor az így be tudja küldeni a... a... Felhőbe. A felhőbe, oh. persze. Ja, mert az zsír lenne akkor, hogy aki nem tud nyomogatni, mert mit tudom is én, olyan telefonja van, akkor, akkor az is le tudja adni a voksát. Zsír. Mi előtt lett van még? Mit sorsoljunk ki még a tombolán? Mit tudom is én? Egy-egy melegkész fogást? Ja, 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 mú jó, mú jó. Elárulod, hogy mit sorsolunk még ki? Mit, ad, mit dobtál be? Ja, hát én mondtam annak idején, amikor a nagy RTL-es műsorra készültem. Oh, és itt egész éjszaka tanulgattam kis cetlikről, itt van tíz darab cetli az eredeti RTLS reggeli tévéműsornak a, a tanuló cetliai, elcigi magyar, elcigi memorabiliák elképesztő eszmei érték, minden, fölajánlom mind a tizet emlékbe. Zsír. Megdúrom én is, a, a lehet, hogy <kül> Lehet, hogy az utolsó üzenet című videómban látható piros munkavédelmi sisakot felajánlom tombolára. Várjál már, a, a dupla, a dupla gőzölőst. A dupla gőzölőst. A izével, a, 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 a fonot korbáccsal. Meg, illetve hát a korbács modnak azt hiszem, hogy a korbács része az megvan. Kettős vonású. Így van illetve hát van hadszögletű tekerő rudam is, még hogyha valakit érdekel. Nem rendelünk be abból Kínából egy nagyobb mennyiséget? Ez február 15-én visszajönnek a, az új évből, és akkor nekiállnának a feladásnak. Rendelnénk mondjuk százat, és mindenki kapna egy hadszögletű tekerő segédet. Hadszögletű tekerő rud. Jó, hát ezen még, ezen még el, elgondolkodunk. Tud hallod? Olyan, elő, elő gondol, olyan, gondol, olyan kis batyut, mint a ballagáskor kap a, 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 gyerek, mit tudom, és egy nyolcadikban, mert ma az is divat, vagy óvodába bollognak, és akkor izé kapna benne a kis batyúba, fakanára rárakva a batyú, abban nem pogácsa lenne, hanem hatszögletű tekerőrúd, lenne benne 20 cm. 032-es kontál. Kanta, Ebelin vatta. Ebelin vatta. Pamuczokni. Igen fülpiszkáló, tehát az már a reménytelenség, ne, tovább, amikor fülpiszkáló vattára kértek el. Hú, olyan reménytelen még nem voltam. De azt tudod, hogy a, legelső tekerés az mire készült? Kinek a legelső tekerés attól függ? A vattást, a legelső vattás tekerés, ezt Inkvi hozta be a fórumra, és az asszonyának valamilyen intim alkat részéből szedte ki a vattát. <laughs> és lefényképezte a három azt hiszem három vagy négy nap után a, a vattát, hogy hogy néz ki a tekerésben, és akkor ez tök jó, mert valahol olvasta. És <laughs> akkor indult be ez a, ez a vattás láz gyakorlatilag. Úgyhogy na. Ennyi. Lehet, hogy meg kéne nézni a fórum bugyrait, mert még az is elképzelt, hogy az eredeti bejegyzés is ott van. Majd előhalásszuk. Csak, hogy így rendbe tegyük a vattás történetet, történetet, történetet. Egyébként többen kérdezték, hogy <kül> és most egy kis partizán akcióra invitálok benneteket. Többen kérdezték, hogy Blacky ott lesz-e? Nem. Hogy Blacky-vel lesz-e élő? Nem tudom. Hogy Blacky-vel lesz-e videó? Nem tudom. Mert hogy egyébként Blacky azt mondja, hogy jaj, nem ott legyen podcast felvétel, nem áll még én is ott legyek meg is. Hogy valahogy megerőszakoljuk-e a kis négy szeműt, legalább egy videóval, hogy köszönjön be, vagy, vagy, vagy élővel, vagy mit tudom is én, mert meg tudnánk csinálni, hogy berakunk egy webkamerát, fájdítsuk a szívét, tudod, tekerjünk rajta egyet. 032-ből tekerjünk rá egyet a szívére, hogy, hogy, beállítanak egy webkamerát, és akkor ötlet szinten ment, hogy, hogy, aki nincs ott a találkozón, mondjuk az mit látna? Egy kurva egy gőzfelhőt, de, de ugye egyébként egy ilyen livestreamben tudná nézni, hogy mik az események egy infrakamerát kell beállítani, Charlie, az Ó, oh, a az szóval drága, a hát, annyi pénzünk nincs. Hacsak a tombolán nem jön össze. Gyorsan veszünk egy flir kamerát, földobjuk rá, vagy ha van esetleg a hátul dócona, a fészer mögött egy apacs helikopter, arról leszerelheted esetleg a, az infrakamerát, és akkor olyanunk is lesz. Egy... Megnézem a vanker bunkert, hát ha találok ott valamit. Mi Esetleg. -e? Na, szóval ezen gondolkoztam még ezen a livestreamen, hogy, hogy lenne... Még mindig nincs jobban. Szóval... Jó, és akkor gyűjtünk ingának is gyógyszerre. Én megelőleg ezem. küldök neki egy paxirazolt. Emlékeztek még erre? Paxirazolt. Édes Istenem, minden gyerekkorom, minden náthás időszaka ezzel telt. Vettébe paxirazolt. Nálunk a Maripen volt. Pazi, hát a másik, a Maripen. Maripen. Az, rosszabbat mondott, mert az én gyerekkoromban csak kalmopirin létezett. És minden pirin, is nagyon dübörög és tarol. És minden pirint rengeteg vízzel kell bevenni. Ezt mondta nekem a hadnagyom, mikokaton voltam. A pirinre mindig sok vizet inni. De várjál, mi volt a Q kezdődött fejfáj... Kvarelin! Fejfájás ellen. Kvarelin. Törnek föl az érzelmek. Így rá, rápigyeredek a mikrofonra. Barba mid, az Na. volt a, a másik ilyen slágergyógyszer. Istenem, de ez kombinált por. Jaj, mit, mit uh, tudtam meg. Ko emlékeztek erre, hogy volt egy, egy ilyen, mindig az öreg asszonyok szedték, kombinált pornak hívták és ilyen ostya labba kellett hajtogatni, és akkor bevenni. És képzétek el, hogy a semmire nem volt jó, tehát az inkább ilyen placebo 2.0 volt, de hogy annak az egyik összetevője, ha hiszitek, hanem nikotin. Hmm. A kombinált pornak. Nikotinos nápoi? Nikotinos nápoi. Hát gondolom, tudod, ideges volt meg. Nem tudom, és akkor az, komata... vegyem be egy kombinált port, és akkor belerakott egy kis kanállal a zóscsalab, összehajtogatta, víz lenyelte, és tök jó volt, mert gondolom a nikotin így a szimpatikus idegrendszerét kiütötte egy időre, azt kész. Én az zóscsalabtól mindig meg voltam rémülve, hogy az baz meg a torkomra ragad, és megdöglök, megfulladok. Úgyhogy ezt nem vettem be. Figyelj, hát Ezért én nem bejártam a, a patikába a... venni, mert imádtam. Nem, nem, nem. Valahogy nem. egyszer próbáltam meg azt, hogy föltapadt a szájpadlásomra, mondom, nem kell az nekem, gyerekek. Elég finom volt. Emlékszem rá én is. Ugye? Én szerettem. Tehát... Templomba nem járhattam most jelapé, mert, mert nem, de patikába lehetett ilyen kis dolgokhoz hozzájutni. Abba csomagoltad a varázsgombát, úgy nyelted azt attól lettél ilyen hülye. Kövérdi disznó. És kövér. Az ostya túlettem maga mostjából. Az. Kiütöttem maga. Megült a gyomra az ostya. Na le. gyerekek, szüljünk meg egy adás címet. Nem találom a fület, meg van a fül. Mondod, é, hát. mondod hogy a három ostoba is kövér, de... de in the house, de... Hát szerintem ez a hét megint hozta a címet igazándiból. A téma az utcán hever. A, 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 a ezért gondolsz? 2016 medvehagymájára? Igen, igen. A, be, benzal, benzal, de formal de benzal, de, benzal, de hid, benzal de Káposztás, pálinkás, jó reggelt. De akkor, de nem meresti a podcast? Hát akkor benzaldehides jó estét. Felkiáltó jelvel? Na no, na. No, na Sokkal menőbb lenne, hogy a, a, nem is azt írnánk, hogy benzaldehides, hanem a, a kémiai képletét. Azt fejtsétek meg, fiúkák. <gül> <gül> jó, nem, akkor ez legyen benzaldehides jó estét, ez, ez metal villa. Ez jobb, mint kétszer meghallgatni ugyanazt a metal számot. Fú. Jó, akkor ö, ennyi. Nem tudom megmondani most mennyi az adásidő, mert volt benne az a kis gap, de. Hát, hát a két is. óra szerintem, ilyen két, két óra környékén. Hát valahogy messze. úgy vagyunk, igen. Úgyhogy. netto Igen. Úgy. Mackó Attilát innen is üdvözöljük. Hát majd, hogyha hozza a leszerelőzászlónkat, a tortánkat, a torta elfogyott, mert finom volt, és másnap nem fostunk tőle, mert rakott bele gutalaxot, na akkor! Akkor ajánljuk Lackó Attilának. Most olyan ötleteket adtam neki ezzel a gutalax, hogy bevarsz. Szó szerint. <laughs> Szó szerint, igen. Úgyhogy mi már nagyon várjuk egyébként és Egyre, egyre közelebb kerülünk. Ez már a 94. adás, úgyhogy már csak másfél hónap. Másfél hónap. Egy hónap múlva pedig akkor egyeztetek el. Jó, szerintem mindenki nyomja meg. Ti meghívtatok meghívtátok egyébként az ismerőseiteket? Én meg. Én, figyelj, én, leg, én, hamarabb megnyomtam, mint ahogy te elkezdted ezt. De várjál, most mi a megnyomtam? Nem a megosztás, hanem egyenként tudod a meghívás. Meg, bizony. Végmentem mind az 500 valahányon. Aha. Jó van. Helyes. Helyes. Azt megígérhetjük. <kül> Azok, akik most ezt hallgatják, nem rémülnek meg ettől, mert hisz hallgatják az adásokat. Tudják, mi van. De aki nem hallgatja, az vért fog pisálni. Mert nem tudja, ki az a poncsó. Nem tudja, mi az, hogy... Nem is mondjuk el, mi az, hogy... De egy csomó, mindent. Meg, nem tud, igen. egy csomó mindent nem fog tudni. Igen, és csak azt fogja tudni, hogy üveget kell hozni, aki hallgatja a podcastet. Ennyi. 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 <laughs> Fiúk, egy élmény volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Csapjunk a levesbe. Csapjunk. És nézzük az esti filmet, küldjétek a hanganyagot. A többieknek pedig, akik hallgatják, további kellemes szórakozást, jó nyaralást, sok locsolót. szevasztok! És Ben jó estét, ugye? pet természetesen. Egy, egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!